uraim! Elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok! Hello, jó reggelt! Szevasztok! Drága hallgatók, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hideg van, szóval, hogy mindenki öltözön föl, mert ijeszkedtek bennünket, hogy hát tényleg hideg lesz, meg jön a hidegfront, és gyerekek, csípős. Csípős az idő, mínusz hetecske. Igen, én mínusz négyecskét mértem, az is kemény, de a mínusz hét, mínusz nyolc sem ideális. Mi ugye mély föld vagyunk. Igen. nem jut mindenkinek a hegye, János kell valakinek aludni. Ti ott völgyzugolyban. Sajnos középfölde legmélyebb pontján. Ott azért hidegecske van, és természetesen ilyenkor szokott eljönni az otthonról az ember, mármint én, az ember fia, lánya magas nyakon nélkül, úgyhogy bejöttem és bepróbálkoztam rögtön a Klassz FM-es sálunkkal, sapkánkkal, csak mondom, kiváló minőségű Klassz FM-es sálakat, sapkákat lehet nyerni az Ovenbács és Berlinében a hármas ugrásban, illetve a naphallgató, és ezt vihet haza, illetve kapad meg postán. Kipróbáltam, tökéletes. De már mikor bejöttél, akkor minek, hogy majd hazafelé fölveszed? Igen. Tehát egy előteszt, és akkor úgy tudsz hazamenni. És akkor így megnéztem magam a tükörben, nem a tükörben, hanem a stúdiónak az ablakában is. Tökéletes. Egy még két besítése várót vittél el, vagy valakit, aki nem, ez már volt vagy... magad egy ilyen prototípus, ez még annak idén kaptuk, ugye a szélsztől, hogy nézzük meg, próbáljuk ki, és akkor félretettem magamnak, és most nagyon jó lesz majd hazafelé, nem fogok belepusztulni a hidegbe, tényleg hideg van, tényleg. Csípős gyerekek az időjárás. Akkor még kocsin keresztül egy is pontot adjunk már, mert mindig megmarjuk őket, az időjárás jelentőket, amikor nagyon mellé fognak. Akkor ez most egy jogos, egy pont nekik, tehát így most van. Betalálták, elmondták, hogy hűvös lesz, hideg lesz. És az is történt. Jó, na. És az is történt. Azért örülök akkor, hogy végre sikerült. Jól tették, srácok. Jól csinálták, ez bejött. Igen, ezt most jól mondták, ügyik tényleg. Ezt meg kell dicsérnünk őket, mert jól mondták. Ez valóban így van. Igen, olyan rosszul aludtam, én ezt nem tudom meg kell mondani, hogy mi a helyzet. Igen. Valószínűleg az a helyzet, hogy így egy 45 környékén már az ember azért frontérzékenyé válik, és most egy ilyen kettős fronthatás működik az országban. Minden kisebb zajra fölébredtem. Eldőlt a hűtő, meteorit csapódott a hátsó kertbe, megszólalt a kocsiri, aztán minden kisebb zajra fölébredtem. Mindenki csap apró zavaron eszre. Prezzenésre, de tényleg egyébként háromszor keltem fel. Érted? A gyerek úgy alszik, mint a bunda fönt, tehát nem lehet felébreszteni, mint egy téli álmot alvó, mit tudom én, örvös medve, ha azok alszanak egyet. Nagyon szépen. Azokon gondolok, ő durmol, az anyja meg én így felváltva járkálunk ki. Így az ágyból. Felkelt engem is, akkor visszajött. Szia. Ja, akkor várj, ez zaj, az ez volt? Nyuszi, igen. Hogy felkeltettek? Ha, igen, a te csörtetésed, anya. Figyelj, én tudom ilyen, tehát hogy nálunk azért a gyerek két és fél óránként kell, tehát én fönn voltam szerintem 6-szor. Jó, de az más, mert látod, milyen a gondos szülő, hogy tök rá átállítod az agyadat, én például semmire nem kelek fel, és amikor a gyerekek kicsik voltak, na én akkor se. De hogy átállítod az agyadat, hogy lehet, hogy tudnál aludni, ha valami zaj van, de hogy a gyerek elkezd neszezni, motozni, kijönpisilni, fölsír, ha még kicsi, ha meg enni akar. Enni akar, enni akkor akar. A szülő az így abszolút beindul, rögtön fölébred, kimész, csinálod, eteted. Hál' Istennek, nekem már nem kell megküzdenem virággal a cicin. Most hát egy jogos tulajdonos, csak te vagy. Ő már nem kell felé, tehát hogyha ő fel kell, akkor magára rátja a hűtőt. Tehát, hogy adja, az nem, az már nincsen. De mondom, az anyja meg én, megyünk át ilyen csecsemőbe. Tényleg igaz egyébként, hogy az ember egy ilyen körforgást jár be. Tehát, hogy oda kerülsz vissza, a idézőjeles kiszolgáltatottsághoz, meg a gondoskodás igényléshez, meg stb. De meg hogy érzed, már folyik a nyálad, vagy mi? Tegnap állapítottam meg én is, amikor belenéztem a gyerek szájába, és nem volt fog. Hogy ez milyen érdekes, hogy fog nélkül születsz, és valószínű, hogy hát fog nélkül, vagy fogak nélkül mész, és hogy ugyanolyan kiszolgáltatott vagy idősen, ugyanolyan olyan esetlen vagy, ugyanolyan kis pici baba leszel tulajdonképpen. Pont erről beszélgettünk mi is tegnap a Vikivel, hogy ez milyen érdekes körforgás, nem? Hogy kicsi vagy, megnősz, újra összemész, gondoskodásra szorulsz, etetnek, itatnak a legvégén már, nem tudsz önállóan létezni, és szépen befutat ugyanazt a kört. És visszaérsz oda, ahonnan tulajdonképpen kis túlzással elindultál. Nem? Én a szülő a végén, a gyerek van mellett. Igen, de valakire mindig rászorulsz. És te vagy a szülő, és aztán a gyerek lesz a te gondozód, és már ő vigyáz rád, és te leszel az ő gyereke. Csak pelenka ne legyen, kérlek szépen. Igen, bármi gyerekek, csak a méltóságunk maradjunk meg, nem?
Na, mi a helyzet? Mi van? Mi van? Mondtam én, hogy nem jut ő el azért olyan sokáig. Aha, igen, csak ezt az előtt vagy azután mondtad, hogy nekem azt mondtad, hogy rátegyek. Hát, hogy semmi gond nincs ezzel, igazából nem zavar különösen, de hogy. Igen, igen, azt hittem, hogy a Berdichet megveri, de azt tudtam, hogy tovább már nagyon nem fog jutni, legalábbis döntőt nem hiszem, hogy játszik, nincs még formában, de ez a Berdich 2-0 szetteket, ez meglepetés. Ez meglepetés. Látadásul le is fogja brékelni. Úgyhogy nem. Bajban van Nadal, gyerekek. Igen. És ez a szegény Verdict, érted, összemosta a pólóját, nézd meg, milyen csúnya lett. Szegény Verdict, ő is egy ilyen soha oda nem érő fiú. Uh-huh. Szóval, hogy ilyen világrangú. Most egy picit úgy néz ki, hogy azért oda... Most azért kicsit ott hogyan van. Hagyom, következő körben most... megy haza, tehát hogy semmi. Aha. Na. Hagyj egyezd meg, amit mondtam. Akkor arra azért tegyél pénzt. Jegyezd meg, amit rátettél most egy ezerest, azt elbukod, a következőre, arra Verdich gyerekre... Arra ne tegyél. Arra tegyél 2000, már hogy a másikra tegyél 2000-et, és akkor azt is visszakapod, meg ezt is. Gyerekek, ha most a Verdich megveri a Nadalt, akkor a 10-ből az... A 10-ből az első, ami nem jön be. Azért ezt tegyük hozzá, mit? A matematikailag. Tehát 10-ből az első, igen, a mai, a Grand Slam alatt... után kérek tőled tanácsot. Hát ez a baj, nem az elején. Aha. Itt már a legnehezebb még megmondani. Én vagyok a hülye. Nem, figyelj. Hát nem időben kéred a tanácsot. Jó, hogy... De komolyan mondom, szóval, hogy én megmondom neked. 10-ből 9-et, 20-ból 18 meccs végeredményét eddig megmondtam. Most itt már egy kicsit nehezebb. De még az is lehet, hogy ezért ezt hozza a Nadal, és akkor 2-1 lesz. Viszont fogadjunk, és most megmondom neked, hogy Verdich nem nyer. Már hogy a végét nem nyeri meg? Aha. Nem nyeri meg a következőt a Berdich. Hát mivel Gyoko ugye gyakorlatilag... Nem tudom, kivel kérnek az ágámban. Gyokoval? Hát majd, mert ha a végén, érted, a Gyoko biztos, hogy ott lesz a döntőben. Na most őt senki nem veri. De nem arra gondolok, hanem a következő fordulóban nem jut már tovább a Berdich. Úgy igen. Tehát bárkivel játszik, nem jut már tovább. Ez a Berdich, ez egy aranyos sáz, és soha nem fogod elérni. Azért mondom, hogy most egy ezrest buktál, 2-t tegyél föl Berdicht ellen. Aha. Így van. Jó, így van Berdicht ellen. De ha megmondod, kivel játszik a következő? Megmondod, kivel játszik, megmondom, hát, hogy van valami esélye. Ha véletlenül tovább menne, akkor igen. Nem megy tovább, és sosem megy tovább. Nem, ezek nem mennek. Ilyen fiúk nem mennek tovább. Hallod a főnököt? Jó. Nem, ez erre egy Berdicht, egy aranyos, jó most játszik. Most már menjünk végig ezen az úton. Soha nem fogod elérni sehova egyébként. Mert ez szisztéma, János. Tehát nem érted a szisztémámat, hogy 1000, 2000, 4000, 8000. És ha egyszer bejön, akkor érted. Nem, akkor retted kaszam. Nem értem a szisztémát, hanem nem érti a szisztémát. Ha nem nyert, minek játszott. Na mennyit tettél a Nadalra? 500 főt, vagy 800-at, vagy 1000-et? Kb. Szerintem 5 játékpénz körül. 5 játékpénz? Persze, de hát mivel ugye csomagban... Ja, csomagban tetted, de többit is megtetted, amit mondtam? Igen, de hát a Gyokónál ugye az óc mennyi volt? 1,01. Mörire is tetted? Valahogy érthető. Igen. Kivel játszik a Möri? Hát azt mondja, hogy te kérlek szépen, megmondom én neked mindjárt. Na, mondd meg, kivel játszik. Mondd meg, te hány zsák kell. Azt mondja, hogy figyelj. Egy ilyen másik fiú valaki arra jár, azaz. Kirgioszsal, majd kirgioszsal. Az jó meccs lesz, az jó meccs lesz, de szerintem azt Möri behúzza. Kirgiosz az ügyes gyerek. Görög gidoszos, világos. Tessék? A görög gyiroszos. A görög gyiroszos, így van. A görög gyiroszos. Igen. Jaj, gyerekek, tegnap megnéztem ezt a Birdman-t. Na, és milyen volt? Nagyon dicsérték itt a SMS falon tegnap. Azt ebben mondta valaki, az évben jobb filmet nem fogsz látni. Ezt mondták a kritikusok. Szerintem ez nem így van. Aha. Tehát nagyon-nagyon-nagyon elbont, és nagyon beteg, és nagyon-nagyon-nagyon művész, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon metaforikus, és nagyon... Művészfilm? Én azt hittem, hogy az valami ilyen nagy hollywoodi produkció, és... Hát hollywoodi, igen, de ugyanakkor azért így a művészfilmek felé hajt kicsit, illetve ilyen elbont, ilyen nagyon metaforákban gondolkodó, nagyon elbont film. Szóval, hogy... Az előzetes kicsi kell némi sznobság hozzá, hogy azt mondta, hogy hú, ez most aztán tényleg nagyon jó. Tehát meg szoktam egyébként, hogy sokszor az Oscar gyanús filmek, azok általában nem mindig erősek. De nézzétek meg, egyszer belealszom, még egyszer belealszom, megnézed, érted, nevetsz kettőt, de olyan, hú, szóval, hogy... Kritikusok egy része úgy szokott kritikákat írni, hogy egy picit a saját különlegességét hangsúlyozza ki azzal, hogy vagy legalábbis erre próbál meg utalni, azzal, hogy ez a film, ez egy nagyon jó film, de nem mindenki érti. Aha. Én értem. Vannak ennél jobb filmek szerintem. És? Tehát én jó fej vagyok, én különleges vagyok, én nekem megvan hozzá az intelligencia, neked sajnos nem biztos, hogy te érted. Nem, vannak, én értettem, meg tudom, hogy miért ez, meg miről szól, meg mit akart ezzel mondani, meg mekkora fricska ez Hollywoodnak, meg a jelenkornak, meg szóval én mindent értettem, mert tudok így gondolkodni, de hát nem, szerintem neked kifejezetten nem tetszene, neked se fog, úgyhogy nem veszhetek semmit. Ezzel az ajánlóval nem indulnék el moziba. Viszont megnéztem az amerikai mesterlövésznek a felét is.
tegnap. Na, az viszont nagyon jó, gyerekek. Hú, az kemény film. Ez a Clint Eastwood új rendezése. Igen, igen. Amiért kapja már ő is, meg ugye a főszereplő is a támadásokat. Igen. Azért ez a srác ez egy elég egyszerű fiú volt, akiről szól a történet. Tehát elég egyszerű fiú, szerintem a Bradley Cooper nem is játszik benne akkor, de maga a film, ahogy ábrázolja, hogy hogy élnek ezek a mesterlövészek, az kemény. Az egy jó film. A felét láttam eddig, az egy komoly film lesz. Túljátszották az eredeti szereplőt? Mert azt mondta, hogy az egy egyszerű fiú volt. Igen. És ezért bántják, mert okosabbra csináltad a figuráját a filmben? Nem. A figura miatt. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye az emberek egy része, nem biztos, mert a Clint Eastwood azt mondta, hogy ez egy háború ellenes film alapvetően, és arról szól, hogy mennyire szétzilálja a családot az, hogyha mondjuk a család fő valahol harcol egy idegen országban, egy idegen kontinensen, és közben meg otthon szükség lenne rá a feleségének, a gyerekének, stb. És közben meg az emberek másik fele, az amerikaiak másik fele pedig egy nemzeti hős lát ebben a fiúban, aki ugye 160 találattal, gyakorlatilag 160 igazolt, pontosan 166 igazolt találattal, minden idők legsikeresebb amerikai mesterlövésze volt, és összesen meg több 255 volt azt hiszem a találatainak a száma, de ebből a Pentagon csak ezt a 166 igazolt. És a lényeg, erről szól tulajdonképpen, igen. Hogy nem erről szól, még egy fél mondat, hogy ez a srác, ez gyűlölte azokat az embereket, akiket megölt, és azt mondta, hogy jobb a világ nélkülük. Aha. Tehát, hogy gyakorlatilag csak rossz fiúkat látott bennük. És ezt nehezményezik sokan a világban most. Igen, én csak felét láttam, de nagyjából ez a történet. És pecsétet kell gyűjteni a Pentagonnál? Most ezt tudom, hogy így nem viccelődik. Ők adták a megbízásokat, és az alapján igazolták. Aha, tőle kapott tulajdonképpen ilyen, és akkor hányat lőtték ki. Úgyhogy ő mondta, hogy megbánt-e valamit, kérdezte tőle, hogy megbánt-e valamit, és aztán azt mondta, hogy csak az bánta meg, hogy nem tudott többet megölni ezek közül az emberek közül. Így van. Csak mondom, hogy egyébként 2 évvel ezelőtt ölték meg egy lőtéren. Pont egy olyan katona, aki szintén frontharcos volt korábban, mint ő, és hát egy ilyen, vagy hívják, gyakorlatilag egy ilyen terápiai jelleggel lövészetet tartott neki, mint egykori veteránnak, és ő közvetlen közelről ledurantott őt is, meg az egyik barátját is. Jó sztori. Ilyen. Na, ez már nincs olyan a filmben. Na, úgyhogy az viszont nézhető. Tehát az viszont egészen nézhető. Megnéztem a Mindenség elméletének is a felét, úgyhogy Az de unalom. Hogy mi a mozi? Délután volt, aludt a gyerek. Ne, ez itt több részletben, tehát ezt itt délelőtt, azt elmentem sportolni, aztán délután este, tehát ez itt több részletben. Több részletben. Most ezeket az Oscar filmeket megnézem, mert kíváncsiak, hogy melyik az, ami hype volt, melyik, ami nem. Hát az is ilyen, szóval, hogy azért az elalszol azon is háromszor, de ott legalább a srác nagyot játszik. Nem lehet az csak, hogy fáradt voltál? Hát nyilván, de hát ez szubjektív, persze. De a Grand Budapest Hotel azt tetszett. Azt nagyon régen láttam, az nagyon tetszett, ezt megnéztem már egy fél éve körülbelül. Az egy jó film. Az egy vicces film. Úgyhogy, hát ennyi volt a mozi. Nem, nagyon szép nap ez a mozi nap. Nagyon jó mozi, volt. Mozi nap volt tegnap. Igen, nálunk gyerekek még mindig akkora hó van, hogy... Jó, ne húzzál bennünket ezzel, akik itt a tocsogunkra... Se akartam már csinálni fotót tegnap. Tocsogunk a sárban. De miért olvad itt el? Hát ott itt is hideg van. Hát pont mi az, a 2 fok, amivel nálatok kevesebb van. Az elég, hogy megmaradjon? Így van. Mert amikor vasárnap elkezdett esni nálunk a hó, itt a mélyföldön, meg nálunk is, a 13. kerületben, akkor gyönyörűen esett, háztetőn mondjuk még megmaradt, de aztán már nem. Tehát annyira nem volt hideg. Annyira hideg volt, hogy ugye megfagyott, ahogy esett az eső, és nálad az a 2 fok, amivel kevesebb van, az pont erre elég, hogy megtartsa a havat. Úgyhogy egy kicsit irigyek vagyunk emiatt rád. Igen, de nálunk meg sár van, latyak van. Ez tökéletes, ez nem olyan nagy ez az ország, ehhez képest olyan óriási különbségek vannak. Hát meg nem egy 500 méteres dombon lakunk, vagy 800 méterre, tehát nem egy hát golyatető azért, ahol megmarad a hó, vagy egy 100 méteres szint különbség körülbelül. Pont tehát elég. Tegnap láttam ilyen képeket, vagy egy ilyen közvetítést arról, hogy Döbröntén például mennyi, Veszprém megye, mennyi hó volt, hát nálunk annak körülbelül a 20-ada se. Igen. És ott is megmaradt, nem? Hát is megmaradt. Júli, gyere, milyen volt Párizs? Mesélj egy kicsit, gyerekek. Hát itt Júli Párizsban, Anna beteg, hát Laci nincs, Viki nincs, hát szanna szét vagyunk. Na, milyen volt Párizs? Mi volt ez a kis Párizs? Hogy mentetek? Hogy meglepetésből? Vagy nem feltétlenül meglepetésből. Még novemberben volt egy napja ennek a légitársaságnak, amikor féláról lehetett jegyet szerezni, úgyhogy vettem 2 darab jegyet. Ja, te vetted, nem a De te lepted meg az uradat, vagy Nem, ő tudta, ő hívott azzal, hogy van ma féláról jegy, úgyhogy vegyek már valahova. És ő még soha nem volt Párizsban, úgyhogy megvettem, mint utólag kiderült, hogy neki semmi kedve nem volt Párizsba menni. Inkább Szoboszlóra megy. Igen, kicsit ázni a meleg vízben.
Úgyhogy, de aztán nagyon jól sült el. Még felhívtuk a néhány barátját, és akkor ők is csatlakoztak hozzánk. Így aztán nem csak kettesben, ides kettesben, hanem... De te ezt akartad, hogy felhívjátok néhány barátját, és jöjjenek ők is? Én mondtam, hogy akkor legyen nagy buli, hogy akkor menjünk. Ennyi év házasság után már nem baj, ha van ott még valaki három napban. Nem, nem, figyelj. Kell a társaság. Kell a társaság. 30-an a szajnaparton. De tök jó volt négyesben is, úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Tehát annyira gicsesen nyomtuk, hogy őrület. Tehát, hogy amikor utoljára Pácsba jártam, akkor én megfogadtam, hogyha majd legközelebb elmegyek oda a férjemmel, akkor nem fogom kihagyni az Eiffel-tornyot, mert akkor, amikor először voltam, akkor kihagytuk, nem mentünk föl, csak így megnéztük alulról, aztán mentünk tovább. Meg, hogy van egy csomó olyan híd Párizsban, ahol ilyen szerelemlakatokat lehet felrakni. Igen. Istenem, tényleg gicses. És felraktunk mi is egyet, és bedobtuk a szarnyába a kulcsot, úgyhogy nagyon-nagyon gicses volt. És gyönyörű időnk volt, hét ágra sütött a nap, viszont Párizs eszemen drága, borzasztó, koszos és iszonyú tufa emberek laknak. Mindent leírtál erről a csodálatos város. Igen, én is voltam, és engem se fogott meg. Én pedig szeretem minden... ezzel együtt, de igaza van a Julinak. Az állítólag a London meg a Párizs közötti vita, mert ugye úgy szokták mondani, hogy én Párizs nem szeretem, de London. Így vagyok vele. Én ha válaszom, hogy én 100-szor inkább London, mint Párizs. Azt mondják, állítok, hogy ahova először mész. Te hol voltál előbb? Londonban vagy Párizsban? Nem tudom. Nem tud, nem emlékszel rá, mert azt mondják, hogy ahova először mész. Én például még Londonban nem voltam, úgyhogy nincs úgy nehéz. Igen, úgy nehéz összehasonlítani a dolgot, de én úgy megértem, hogy kevésbé szereted London. Ezzel az összes trutyival együtt, amit a Juli elmondott, én pont szeretem őket. Én nagyon szeretem, és építészetileg meg hát valami. Persze, minden sarkon van egy emlék, ami beszél, aminek története van, amin egy híd, egy kő, egy szobor, tehát egy tele van tényleg, a Napóleon sírjától kezdve tényleg minden ott van, de hogy úgy valahogy úgy nem tudom, hogy még mégsem. Szóval érdekes volt, hogy tegnap, amikor jöttünk haza repülővel, olyan utunk volt. Na, igen. Nagyon-nagyon húhogós. Fapados volt? Fapados? Fapados volt, de hát azért én már fapadossal is repültem úgy, hogy ott nem volt húhogás repkedés közben, de hát ezt végig húhogtuk, én legalábbis. És ahogy kinéztem, mert hogy ragyogott az ég tegnap, amikor hazafelé jöttünk, tehát volt az országban egy vonal, ameddig minden havas volt, és onnantól kezdve semmi sem volt havas. Tehát én nem tudom, hogy Balázs, te milyen zónában laksz. A havas zónában vagy. Csinálok fotókat, mert ezt megnézitek holnap, mekkora hó van nálunk, nem fogjátok elérni. Mondjuk akkor csúnyán túl repültetek, mert hogyha te ezt a vonalat láttad, ott azért már lefelé kellett. Nem, a Balaton, akkor a Balaton északi, szerintem a Balaton. Még a repülőn felé. Is itt áll, Juli, vagy csak odakin? A fiúk ittak rettenetesen, odafelé. Uh-huh. És nagyon. Vissza, és közben. Nem, közben is, de aztán amikor odaértünk, akkor kértem őket, hogy ácsi, tehát azért ez a három nap ne teljen már teljesen alkohol mámorban, és akkor belementek végül is. Tehát az első nap az ki volt ütve, mert a duty free-ben nagyon sok pénzt elköltöttek. És akkor már nem mész sehova, ülsz a lefoglalt szállás? Nem, a szálláson nagyon részegen. És főzöl hirtalmatlan mennyiség kávé. Juli, tartsd a fejem. Nem, semmilyen nem volt. Tehát megérkeztünk, akkor utána eljutottunk, hát ez külváros, akkor onnan be kellett buszozni, akkor az első buszra nem engedtek föl, mert nem fértünk föl, akkor ott álltunk a hidegben. Nem, akkor arra is inni kell, mert nagyon hideg van. Úgyhogy mire beértünk, délután 4 volt, akkor utána még kimentünk, egy kicsit sétáltunk, de mondjuk az első este, ilyen este 9 környékén lefeküdtünk aludni, mert mindenki nagyon fáradt volt. Na azt mondd meg, hogy a házasságodat földobta ez föl. A dolog. Igen. Nézlek. Minden kapu aljat megtámasztottatok? Mindenhol voltatok? Az Eiffel-torony így mozgott a pám. Igen. Neki dőltetek a Notre-Dame-nak? Ne legyetek már ennyire. Ha miért nem azért megy az ember kicsit, hogy ott újra? Kicsit azért is megy, persze, de nem csak azért megy. Tehát, hogy az, mi nagyon-nagyon ritkán mozdulunk ki kettesben, nincsen nagyon rá lehetőség, és amikor az ember ennyire messzire megy, és ennyire más közegbe, azért az egy óriási durranás, tehát hogy az egy nagyon-nagyon klassz dolog, és úgyhogy igen. Értünk a szerelemlakatot, nagyon... értünk mindent, de akkor erre volt kihegyezve a dolog. Nagyon szerelmes hangulatban jöttünk haza. Jó az. Úgyis elromlik itt minden a szürke hétköznapokban. Ez már úgyis csak a múlt. Úgyis lángoltok néhány napig, ennyi kell, aztán a szürke hétköznapok úgyis felzaválják a házasságodokat, úgyhogy teljesen mindegy. Na, szóval jó volt, pénteken mentetek, ma jöttetek? Vagy nem, tegnap jöttünk. Tegnap, tehát egy ilyen kis röpke kis hétvége. Így van. Jó az. Jól van, hogy állunk játékkal? Jól. 1-0. Tegnap nyertetek. Behúztuk? Igen, persze. Behúztuk. Jól van, na megnézzük akkor, hogy ki a mostani játékosunk. Jó, lehet jelentkezni játékra. Egészen nyugodtan, ha valaki szeretne velünk játszani, az írjon nekünk SMS-t.
és mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. Na nézzük, 3:47, múlt pontosan 4 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és 1-0-ra vezetünk a játékban, ugye a fekete-fehér igen, nemben azt mondja, hogy mi az mérnek Ártán Dona befelé jövőket, ezt Louis küldte nekünk, 2A Vácitól sűrű és ködös, megint mindenki felkapcsolt mindent a kocsin, ami világít, mindenki óvatosan menjen, ezt Livi küldte nekünk, Nadal out, így van, kiesett. Szigetvár előtt Pécs felől rendőr igazoltatáson, valamint a 33-oson vagyok, azt hiszem Gyöngyös után, de nem biztos, nagy a köd. Ezt Péter küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi pedig ugye 1-0-ra vezetünk a játékban, fekete-fehér igen nem játékról van szó, és megnézzük, hogy ki a második játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt kívánunk. Halló, halló. Halló. Halló, itt vagy már adásban. Yes. Niki, halló Niki. Niki. Honnan hívtál minket, Niki? Dunaharasztiról. Dunaharaszti. Dunaharaszti. Igen. Szép hely az. Nagyon. Nagyon. Szereted? Hát szeretem, igen, itt élek már egy jó pár éve. Pontosabban 24. 24 éve. És mit dolgozol, vagy mit csinálsz? Hát párommal újságot szállítunk vidékre teherautóval, úgyhogy éjszakások vagyunk, minden nap éjszaka nyomjuk. De ketten ültök egymás mellett, és vizitek az igen. újságot? Igen. De ő vezet, és te mit csinálsz? Hát én is ugyanúgy, hát ő vezet nyilván, és akkor a boltoknál meg segítek pakolni neki ugyanúgy. Ja, azt hiszem, letikered az ablakot, és néhány címre egy kivágod az autóból, és aztán mentek tovább. Terítetek szépen. Összetekerve. Hát. Összetekerve, hogy minél kapuajba kivágtuk egyet, mint ahogy amerikai hát, van olyan, filmekbe de, lehet látni. De vannak lerakóhelyek, szóval kulcsokkal. Aha. Szoktuk ezt megoldani, úgyhogy, de néha dobáljuk is, nem mindig. Ahol nem nagyon látják. Mi ott néha bedobtok egy-egy? Úgyhogy ezek ilyen gyereszóró lapok, vagy napi lapok, heti lapok jelenleg? Nem, mert boltokba tudsz vásárolni azokat. Aha. És milyen messzire mentek Budapesttől? Hát Cegléd, Jászkarajenő, Abony, meg ilyesmi. Hát az jó. Szép távolság. Akkor odafigyeltek keményen a víz időjárás jelentőségre, gondolom. Persze. De hát nem foghat ki rajtunk semmit. Hát ne vicce. Újság minden nap van. Az biztos, egyébként így van. Niki, kivel szeretné játszani? Hát veled természetesen, Balázs. Ó, szegény. Tegnap ki játszott? Nem, gyerekek. Azt nem tudom. Te Jani volt. Gyerekek, én olyan hülye vagyok, ezekre én nem emlékszem. Én játszottam? Te játszottál tegnap? Nem, most a Juli mutatja, de szerintem nem én voltam. Ki játszott tegnap, gyerekek? Hát, pedig azt nem tudom, pedig minden nap hallgatok titeket. Aha, te játszottál. És ki volt, vagy mi volt? Hát gyertél. Nem tudom. Gyertél, igen, mert aha. 1-0-ra mi vezetünk, úgyhogy mindenféleképpen. Ilyen fixen emlékszel? Ha, igen. Tudod, aha. hogy kit játszott, kivel játszottam, az is meg. Én csak azt tudom, hogy én nem, és a Feri. Akkor vagy. Akkor vagyunk kizárásos alapot. Zsűl még lehetett. Jó, oké. Okay. Ja, a fegyveres biztonsági őr, gyerek. Az. A fegyveres biztonsági őr. Ugye? És Gyuri elvérzett. És ő elvérzett a 20. másodperc. Na jó van, Niki, menjünk? Menjünk, persze. Na menjünk, nézzük, hogy játszol, jó? 3, okay. Ja, döbölcs, ne eddel a kenyerem. 3, 2, 1, fire! Na, jó, itt Balázs. Vagyok, hello, figyelek. Kérdezel? Hát, gondolom, szeretnék kérdezni, olyan lány vagy, én úgy hallom. Akarsz? Hát, úgy hallottam, hogy volt neked francia buldogod. Ez igaz? Annyian megkérdezték ebben a játékban, ez így van. Igaz. És hogy hívták? Joda, ez volt a neve. Igen. Neked is van egy. Ó, Jézus! Jézus, te nyomorult játékos volt! Szép volt, Niki! Atya Isten, mi van? Picit az elején is lehetett hallani, hogy visszafogod leszel. Ez olyan, hogy giotiba raktam a fejem, tudod, és már vártam, hogy engedjétek le. Engedjétek le! Hol lett ez? Jó pont a hallgatóknak. Igen, ügyes vagy, hát ez alulmúltam önmagam, ami se egyébként se túlságosan erős, de ez a mai ez. Tudnám, hol tartok a tegnapi nyeremény után. Nagyon jól álltál, mert ebben az évben egészen dübörgő voltam. Igen, már kilovagolni látszottam, de akkor most vissza. Most egy lépést vissza. Niki, megvan az ajándékcsomag, ügyi vagy. Köszönöm szépen. Még egyet mondhatnék egy valamit? Ez után. Csak ne legyen meg egy csúnya szó. Igen, nem lezene. Üdvözölném a páromat, nagyon szeretem, éppen Cegléden vár, úgyhogy kitartás neki. De most otthon hagyott amiatt, hogy tudja játszani? Nem, most csak simán itthon maradtam, és reggel küldtem egy SMS-t, minden reggel szoktam.
Aztán most sikerült végre, hála Istennek. Úgyhogy... az jó, üdvözölted akkor, átadjuk, biztos hallotta. Jó, jó, ő igen, már cserényen, cserényen dolgozik. Ügyi vagy, jó. Gratulálunk, Niki, köszi a játékot, ciao. Sziasztok! Hello, hello, hello. Na, hát nem vagy, van még három nap. Igen. Az volt a baj, mert ugye tegnap most már rájöttem, mi volt a skuló. Tudod, a skuló. A skuló, igen. Meg is beszéltük, hogy minden nap lesz egy hülye kérdés. És azt most nem jutottál. Hát nem, nem volt odáig, nem volt annyi időd. És tegnap a skuló ugye annyira felhúzta a szegény biztonsági őrt, hogy annyira megvezette, hogy ő elveszítette a játékot, ma nem volt ilyenünk. Igen, igen. Igen, nem volt ez jó. Tényleg, megfogadtuk tényleg a hülye kérdéseket. Igen, a hülye kérdés, az hiányzott. Mindig összezavarjuk valamivel őket. Ezt, úgy, ahogy van, tegnap megfogadtuk, ma már el is felejtettük. Hát majd holnap. Majd holnap visszatérünk erre, igen. Jó, van egy-egy, hát nincs ezzel még nagy baj. Úgyhogy ez nem... nem gond. A holnapi még elmehet. A holnapi még elmehet, és aztán... Nem menj el, mert az megint az lesz, hogy pénteken itt állunk nyomorúságosan, hogy 2-2. És nyűszítünk az életünkért. 3 nyerthetünk van egyébként, úgyhogy ezt még hozzunk be. Jól állunk, gyerekek. Na, hírek után hívjuk majd, ha minden igaz, akkor Sirilla Györgyöt, mert hogy ő bemászott Isten. Valahol a Dunába, kimászott, de rendőrök. Megint vagy ez az előző? Nem, ez az előző, illetve pontosabban a napokban történt, kiszedték a rendőrök, mert ő csak úgy csobbant egyet valahol, és kikapták a rendőrök, szeretnénk ráfirtatni, hogy milyen okból mászott ő most be a Kis Duna, a Nagy Duna, nem be. Tudom, hol mászott be, éppen a jegesen zajló Dunában. Kikapták a rendőrök, akik nem örültek, mert állítólagosan nem volt ez a kis akció bejelentve. Állandóan keresztbe tesz az úszályoknak ez az ember. Igen, mindig beugrik alájuk. Igen, hogy miért kell szólni, ha te fürdeni akarsz egyet? Hát most ő ezt szereti, hogy hideg a víz. Tényleg? Ugye? Hát én is mindig szólok, mert ha megeresztem a meleget, akkor lent hideg lesz, érted? Igen, szóval, hogy így nem is értem ezt a bejelentési kötelezettséget, hogyha miért nem mehetsz be te önszántadból a Dunába. Hát ha nem tudsz úszni, hideg a Duna, akkor magadra vesz, hogy nyáron se kell bejelenteni. Szerintem megunta. Először még, amikor még ugye az apja nyugdokait követve bemerészkedett a jeges Dunába, akkor gondolom oda szólt. Aztán most már annyiszor mászott be a Dunába, hogy tudod így, felhívják, mindegy, úgyis, minek. Úgyis igen, aztán kiszedték. Aztán kikapták, úgyhogy erről faggatjuk majd. És arról értem, tényleg milyen ez? Készült-e most? Mi a következő? Mikor megy be újra? Esetleg vele tarthatunk-e valamikor? Nem? Vele tarthatsz-e? Ne! Te tarthat, én nem megyek. Hát de neked pont olyan vagy, mint a fóka. Te nem éreznéd a hideg vizet pont. A francokat. A fóka se érzi, mert ki van bélelve. Én annyira nem vagyok még mindegy fóka, tehát van egy kis réteg, de én ezt gyűlölöm. Tehát én nekem ez eszembe nem jutna. Viszont van ott a zsír bőve, majd bekenünk, mint a hosszú távú úszókat. Fönt? Persze. Aha. Lamas csató átúszókat is mindig bekenik zsírral. Aj, az jó, drága a zsírra. Majd keresünk valahol egy ízét, egy vödör, havast. Fóka zsír kell hozzá, valami más is jó. Na, szóval, hogy felhívjuk, jó? És megkérdezzük, hogy mit csinált ő a Dunában, hogy szedték ki a rendőrök, és mit mond ilyenkor az odaérkező rendőröknek. Úgyhogy jövünk Sirilla Györgyel. 3 perc van pontosan, 7 óra jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan, 7 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és elindítjuk a reggel. Gyerekek, hideg van, aki még nem kezdett el kimenni, az figyeljen, mármint, hogy nem öltözött még föl. Nem azért, mert hogy a lakásban hideg van, hanem kint hideg van. Úgyhogy jól fel kell öltözni. Minuszokat ígértek, és hát meg is jött. Nem túloztak. Tényleg nem túloztak. Eltalálták a srácok kivételesen. De ezt most el kell, ezt adnunk kell. Úgyhogy tényleg hideg van. Ott a pont, igen. Minusz 6, minusz 8, minusz 10-et is mérnek egy-két helyen, úgyhogy csípős. Csípős a reggel. És ezen a héten, ahogy látom, nem is nagyon lesz ennyi. Sőt, marad ez. Sőt, hát persze szoktuk mondani, hogy 2 hét előre nem szabad elhinni semmit, mert hogy valószínűleg az ellenkező is pont annyira igaz, mint az, amit állítanak, de a jövő hétre még ugyanígy minuszokat mondani. Tényleg? Aha. Mondjuk az már egy kicsit bátrabb ott a távolabbi második hát héten, lehet, hogy ezen bátorodtak föl, hogy ez most bejött. Sikerült akkor megmondani a jövő hétet is. Csak rátaláltunk. A levegőbe csaptak és azt mondták, igen, még képesek vagyunk eltalálni, de tényleg hideg van. Jön még hó? Nem? Nem mondtak valami nagy havazást? Most nem riogatnak nagyon? Nem. Sopronnál már esik, hallgatók azt írják, aztán, hogy ez jön-e tovább, azt nem tudom. Azt nem tudjuk. Most mindjárt megmondja. És az öltözködési tanácsok, ne trikót és jégeralsót vegyünk fel. Hát én a jégeralsót tudod, hogy az... Én viszont igen. Az 8 évesen volt rajta utoljára, de fene se tudja. Hát Jani hord és szereti, úgyhogy ízlések. Arccal a dübörgő herék felé, vegyetek. Jéger, az olyan, mint a harisnya? Tehát az tulajdonképpen egy ilyen harisnya? Az a vastagabb. Vastagabb, és ugye annak nincs lábfeje. A harisnyának annak volt lábfeje is. Aha. Az egész, a jéger alsó az meg bokánál el van vágva.
Igen, és elől ugye van egy kis nyílás, ahol a kibejárás. Igen, az injenceknek van olyan is, ami hátul is gombolt, illetve nyílással látott. Nem akarom, hogy ezt folytassuk. Van ilyen, nekem volt ilyenem. Volt ilyenem, nagyon menő. Ez szerintem ez valamilyen, hát egy ilyen szibériai találmány lehet, vagy tőlünk keletről jött. De ezt nem ilyen -20-ban kell? Tehát -2-3-ban föl kell venni Farmer Jäger alsó? Mert gyerekkorom anyám rám adta aztán, ezt már lebeszéltem egy idő után, hogy ezt most már azért nem biztos, hogy kéne erőltetni. Tehát ez nem akkor, amikor nagyon hideg van? De ez a legdurvább. Igen? Ez a legdurvább. Mondjuk ezeknek az anyaga általában nem olyan jó, mint mondjuk azok a technikai cuccok, amiket már lehet kapni, nem is olyan drágán. És most is van rajtad? Nincs. És ha van rajtad, akkor bejössz és leveszed, összehajtogatod, berakod a hátizsákba, és amikor elmész, átveszed, vagy abban vagy, és úgy mész haza. Persze, de úgy csinálom, hogy a Feri asztalára teszem, hogy mindig, hogy ő égjen. Múltkor is kérdezted, hogy mit keresed. Mondom, ma ebben jöttem. Tehát bejössz, levetkőzöl, leveszed a kis jégerasot, vissza a farmer, és jégerasó be a hátizsákba. Most már inkább ilyen technikai cuccokat hordok, tehát nadrág alá, hogyha nagyon hideg van, akkor vannak ilyen jobb minőségűek, nem vettem, kaptam. Természetesen még meg kérdeznétek. De van még jégerasom is otthon. Csak egy pillanatra így megakadtam ezen a hátul gombolásom, hogy ott a nadrágodat ugye mindenféleképpen azt le kell letolod, azt és le akkor kell. Utána csak gombolsz egyet, és úgy. Aha. Hármat. Úgy, gyerekek. Nálad ötöt. Az egy durva szempel. Vannak dolgok, amiket le kell tenni egy idő után. Ez a jéger alsó. Ez ilyen orosz specialitás lehet valószínűleg. Először én sem hittem el, azt hittem, hogy el van rontva, vagy el van szabba. Kaptam kettőt ebből a típusból, még egy ilyen, mit tudom, 15 évvel ezelőtt, és nem hittem el, basszus, hogy hátul végig gombolós. És a kesztyűd is olyan, hogy be van varva a kabátba, és így lóg az ujja? Tehát úgy hordod a kesztyűd, de pontos a Bennének leszakadt, Vikinek vissza kellett varni, hogy úgy be van neked is hátul és varva, és két oldal. És igen, van a sapkámon, ami egész elejére derek, és mindig lóbálom, ha a lányok kéri. És amikor vészelak, mondja, hogy jégerásod, felvetted, igen, kesztyűbe van varva, igen, bojtos sapka meg van, igen, na futás, mert lekésed a buszt. És akkor, és kerázol a kis, A betétet belehúztad a hótaposorba? Já, ezt elfelejtettem. Jégerásod, felvetted, igen, kesztyűbe van varva, igen, sapka meg van, na akkor irány. Mert lekésed a villamos. Na itt van még egy szeletlegváros kenyérre. Aztán szaladj. És kicsit maszatosan szállsz az 51-es buszra. De nem, soha nem maszatos az arcom, mindig nyállal letörli. Jövök elindulok. Nekem a jéger alsó és a bevart kesztyű az nagyjából ugyanaz. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg az alpira csizmába még a betétet berakod, este kiveszed, berakod a radiátor alá. Tehát, hogy ez kifordítod nagy... a csizmát. Kifordítod a csizmát, vagy kiveszed belőle a betétet. Szofisztikáltabbaknak Alpine. Alpine, így van, mi csak ugye alpinának hívtuk, mert nem tudtuk, hogy kell mondani, és nagyon jó vastag ilyen kis bakancsó. Tehát kellenek ezek. Egyébként vessetek meg az a csősapka, ami ugye sál egyben, azt szerintem tök paraktikus. Ha lehetne valami jó pofát kapni fel. Miért? A ráhúzod, külön. És van egy luk előli űrhajós sapka, egyébként űrhajósnak képzeltük magunkat akkor, nem. És lent van sálként, szerintem az zseniális. Látszik, úgy látszik, valószínűleg a méreteidnél fog már akkor is egy elrettentő hatású lehetél, vagy látványú, de akkor valószínűleg nem vereketél eleget az óvodában, meg az általános iskola alsó tagozatában, mert ez volt az első, amit elkaptak. Tehát, hogy ők a verekedésbe keverető valakivel, én ezért utáltam, mert amikor valakivel összevesztünk, meg civakodtunk, akkor az volt az első, hogy meghúzta, és hátrahúzta, és lecsúszott egészen így a tarkomig. És iszonyú hülyén éreztem magam, ugye meg volt kötve elől, hátul meg ők cibálták, és húztak így lefelé a földre. Hát borzalmas volt, meg akkor valószínűleg nem bunyóztam. Engem nem mertek vele. Nem mertek. Tudták, hogy a súlybeli fölény az segíteni fog. Csak 8-10-en támadtak meg, mint a hiénák, amikor rámennek a izére. Hordaként jöttek. Igen, a hiénák, amikor rámennek az orszarúra, megmarnak egy kicsit, és kivéreztetnek. Mondjátok azt, hogy én nem vagyok férfi, nyugodtan, én életemben nem verekedtem. Tényleg? Soha. Gyerekkoromban sem. Értem ezt, komolyan mondom. Egyszer volt egy általános iskolában, ott egy gyengébb gyereket elkezdett zrikálni, azt hiszem egy évvel idősebb fiú, és akkor ő hozzámentett. És akkor hagyd majd én is, megverted a gyengébe. Nem csak én. Igen. Egy lángolt kolbásszal szíjat hasítottál a hátából. Ráleheltem fokhagymaszagot. Nem, ő mögé mentem, és így átkaroltam, és lefogtam, hogy ne csináljanak. De párzavózulat? De semmi. Igen, és rászorítottam az iskolapadra, és megcsináltam hátulról. De semmi pajzánkodás nem volt benne. Hát egy kicsit. De soha nem verekedtem. Aha. Tehát lehet, hogy akkor ez most megint olyan, hogy a férfi, aki nem ért a sporthoz, aki főz, és nem verekedett. Lehet, hogy nőni, hogy az ember nem verekszik, csak nem érdemes. Aha. Mi volt benne a jó? Figyelj, nem tudom, hát nem, azért...
fiúként, tinédzserként, gimnazistaként, hát ott járkáltok hordába, vernek, megvernek, pofot, benne vagy minden balhém. Én legalábbis így nőttem föl, tehát nekem sok balhém volt, nekem nagyon sokszor bántottak. Én mindig elintéztem. Néha kiálltam magamért birkózó edzéseken, és azért a nagyok nagyon sokszor bántották a kicsiket, szóval engem azért így megveregettek. Ja, edzés után még kaptál egyet? Hát a nagyok azok verték a kicsiket, mi kínosztuk a nálunk kisebbeket. Persze, gimnázium, általános iskolában, hordában jártunk és mentünk rá a gyengébbekre, hol mi voltunk a gyengébbek az időseknél. Hát azért sok balhénk volt persze. Összevesztem a bátyáddal, gyere csak ide kisebb. Volt egy bátyám, igen, egy kettővel fölöttem járt általánosban, igen, valamit rosszul csinált, azért én kaptam. Hát nem kell az. Néha, szerintem. Soha. Középiskolában már más módszert. De lányokat módszert. Se, senki. Semmi. De őket igen, de az nem számít verekedésnek. De gondolom. Középiskolában már megoldottuk. Másképp gyere, ígyunk valamit. Igazgató úr! Ott verekednek, hát! Köszönöm, Rákóczi, így már megvan a hármas. Jó, holnap is jelentek. Verekednek. Rohadékok vagytok. Nem voltam nyaller soha, az a nem verekedte. Neki nincs ebédjegye. Igen, ő nem írta be a kettest az ellenőrzőjébe. Neki hamis az ellenőrzője. Ja, azért maradtál ki. Elkésett. Magatokból indultok ki. Nyallereskedtél, figyelj. De van ilyen típus egyébként. Persze, itt ül. Ne, soha nem voltam ilyen. Jó, csak úgy úszol meg, ha valamelyik tanára jobban vagy, és az vigyázz. Na. Nyilván ott álltam mindig a tanári előtér. Az összes táskája. Színe... Itt maradt a táskája. Nem, vihetem a táskáját. Tanár úr, az uzsonnám, én úgy se kérem. Tessék csak megenni nyugodtan. Uzsonnát nem adtunk oda soha. Viccelsz? Az hozzá tartozik, hogy egy-két bunyóba azért, hogy benne legyél a kamaszkorhoz, meg a gyerekkorhoz, hogy igen, hát azért a fiú gyerekek azért azok sokszor erőszakosan játszanak. Hát, tehát, hogy az úgy benne van a szocializációban, hogy kell azért, hogy úgy néha megrendszabályozzanak egy kicsit, vagy úgy nem tudom. Így van, nélkülöbb sem volt soha bunyó, mindig kellett, akit verjenek. Hát az most minden jó, érted? Hogyha? Hát, hogyha a Janit meg mindig megverték. Az is kell, hogy ne legyen akkora szád, hogy a nálad idősebbek néha jól megruházzanak, mert akkor tudod, hogy hol helyed. És mi volt? Amíg a fiúk verekedtek, addig te mentél az ugráló kötelet pörgetni, és akkor egy-kettő-három is ugráltál az ugráló kötelet. Makramé szakkörben voltam addig a lányokkal. Meg, hogy Feri, ne gyere már megint ugráló kötelet. Én mindig jobban kijöttem a csajokkal. És mondtad a csajoknak, hogy játszunk, szakíts, ha bírsz, ha mersz, ha tudsz, tudod. Szakíts, ha bírsz, ha mersz, ha tudsz, volt ez a játék, amikor felálltatok egymást a személyes sorfalba, és akkor rámutattak valakire, és akkor át kellett szaladni. Ha átszakított, akkor vihetett magával egyet, ha nem tudta átszakítani, akkor ő ott maradt. Ez volt? Ezt játszottad? Meg ugráló köteleztél? Ez durva játék, ilyet mi nem csináltam. Ezt nem csináltad. Sziasztok, beszállhatok egy kicsit? Ha van kedvetek, ugróiskolázhatunk, csak aztán már nem kell a dicséretemért az igazgatóiba. Nyilván így volt a rohadt. Képzeld el, hogy ilyen szitulát vagy. Hát nem képzeld el, ez így történt. Ez így történt. Fiú, aki kimarad a balhéból, és egyetlen egyszer sem, legalább egyszer nem verik meg, nincs benne valami iskolai zűrő, vagy valami, az így történt. Az így történt. Tanár úr, a köpenye, ne tessék itt hagyni. Tanár úr nincs mindig mellett. Tanár úr, ne tessék elrohanni. Vagy annyira benyaltam magam, hogy már nem mertek bántani, akkor sem, ha nincs ott a tanár. Ferenc, hozzon krétát a tanáriból. Már hoztam, tanárnő. Már letörölt a táblát. Ferenc, törölj el a táblát. Már letöröltem, tanárnéni. Jó, megvan a kettes, tanárnéni. Milyen kettes? Ötös? Igen. Nem lehetett kettest hazavinni, viccelsz? Jó. Következő kérdés. Igen, itt van. Én már tudom. Nem tudtad. De tudom. Üljön le, Ferenc, nem, mert én ne jelentkezem mindig magam. Látod, írják, Feri, kár volt tanulni, ugyanott tartasz, mint a Bori. Látod? Tulajdonképpen minden zűrben benne voltam. Rossz voltam, rengeteg balhém volt. Te pedig ugye végig tanultál mindent, és nézd meg. Ugyanott tartunk. Ugyanott tartunk. Engem nagyon sokszor megvertek. De hogy az kellett. Jó, de Ferének aképpen még mindig ki van az, akikre büszkék vagyunk, táblán ott sárgul. Már be van vésve, ja. Tudod? Már van tábla van róla. Nem, valahogy nekem elmaradt, nem tudom. Azt a megvető pillantást, hát ha látnátok odakint a rétörben. Hallani, nem, ez szörnyű. Az irítség, hogy annyit lehetél a csajokkal. Lehetett volna nektek is, mondom, makramé szakkör, főző szakkörbe mentél, tök jó volt. Míg kint durvultak a többiek. Feri, nem jössz? Te ment kötögetél. Feri, nem jössz? Lesz tanárdiák foci meccs? Én nem játszok a tanári kar ellen. Nem, a Feri volt az, aki bevettek a tanár... Igen, bevettek a tanári karba, és izé... Beépített ember. Igen. Nem, te voltál az, aki a diákokkal játszottál, és mindig izé beengedted a gólt a tanároknak. Feri, ez nem volt gól. Mellé nyúltam. Mi a lábad között bemegy a labda, Feri, ne csinálj. Én vetődtem, jó. De a másik irányba. Igen.
Jaj, kikötött a cipőfűző. De viszik a labdát a kapura! De be kell kötnöm, mert te lesek. Igen. Agy király katonát, ez volt a játék. Azt játszottad a csajokkal. Nem, az durva, mondom. Feri, jössz focizni? Nem, agy király katonát játszom a lányokkal. Figyeljetek, gyerekek, ott úgy került bejebb az ember, tudod? Volt simi labdát, kérdezi valaki, hogy amíg mi a fociztak, a többiek kosárba lesznek, simi labdáztál? Persze. Csak amikor szétszakadt volt baj, tudod, mert az fűrészporral volt töltve, és ezt föl kellett takarítani, meg akkor addig nem volt simi labdám, a következő búcsúig meg kellett várni. Te jó. Azt búcsúban vettük, szeptemberben, simi labda. De kár, hogy mi nem jártunk egy gimnáziumba, vagy egy általános iskolába. Rámentünk mert volna nagyra. Mert akkor megtérítettem. Én megtéptük volna a nagyot. Megtérítettelek volna benneteket. Őszatott, mi ott focizunk a Grundon, tudod, te meg ott tanulod a történelmet, meg bújod a könyveket. A ráment, kapjuk el a nagyot, gyertek. Dolgozzuk meg a nagyot. Istenem. De jó lehetett neked. Én soha nem lettem tagja a Moncsicsi klubnak. Még téged biztos bevettek oda is a lányok. Nem vettek be, én alapítottam. Ja, tényleg. Moncsicsi klub. Kell. Egy kicsi balhé az nem árt a fiúknak. Az úgy az életre nevel, meg a csibészségre. Az jó. Egyébként szerintem. Na, gyerekek, a Nemzet rozmárját elkapták megint. És hát egyszerűen nem tud, ő most már tényleg nyugodtan semmilyen Dunát sem mellékágat átúszni úgy, hogy ne szedjék ki állandóan a rendőrök. Hát miféle világ ez? Szörnyű. Ugye? Sirilla Györgyről van szó. Meggyűlt a baj a rendőrséggel, mert hogy engedély nélkül úszta át a jeges mosoni Dunát halászínál. Bemászott, és mire ő kimászott, addigra a rendőrök már egyébként ott voltak. 8 percet töltött állítólagosan a jeges vízben, és hát visszatérve ugye meg hemperget a frisse hullott hóban, de csak az íze véget, de öröme nem volt teljes, mert hogy azonnal érkeztek a rendőrök, és már ki is szedték. De milyen világ ez tényleg, ahol az ember már egy jót nem tud úszni a Dunában, nem? Azt azért bontsuk fel azt a szálat, hogy tudták meg a rendőrök, hogy a Sirilla úszik. Lakossági bejelentés szerintem. Na, látod? Tehát ő is még mit gondolt? Úristen, ott fuldoklik valaki, jöjjenek, mentsék ki. Nem, valaki fölhívta a rendőröket, hogy ez a pimasz Sirilla megint bement az én Dunámba. Nyugtass meg, nem te voltál? Nem egy ilyen most általános iskolai hagyományt hoztál, hogy jó napot kívánok, rendőrség, látok egy fejed, igen, nagyon szépen, semmi bajon itt, jöjjenek ki, nehogy baja legyen, igen, maga az Rákóczi úr. Mondom a nevem és a címem, tudjuk, Rákóczi. Tudjuk, minden nap bejelent valaki, igen. De szemetek vagytok, nem áll. Nem vagyok nyaller és feljelentő. Szóval, hogy hát kiszedték őt, és állandóan megkérdezzük, hogy egyáltalán mit élvezette. Ugye tudjuk, hogy ezt minden évben megteszi, de hogy ezt most elfelejtette bejelenteni, vagy csak ő egy ilyen hirtelen ötlettől vezéreve úszott egy jót, és hát már ez se lehet tulajdonképpen, mert azonban kiszedik az eredeti. Vagy lehet, hogy a bejelentőre kísértetésen emlékeztetett a hangja Sirilla Györgyére. És bejelentette. Igen, csak annyit, hogy ma úszok, kapjatok el, ha tud. nem mondom meg, hogy jól. Itt van velük Sirilla György, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Na! Hát tényleg kikaptak? Csak így bejelentés nélkül úszkálunk ott a Dunában, meg a mellékágakban? Igen. Gyakorlatilag nekem is elég furcsa volt ez a jelenség, hogy kijöttem a vízből, és akkor ugye egyből reigazoltattak, ott voltam egy fürdőruhába, a mellkasomra rá volt fagyba a víz, mert azért ott kemény mínuszok voltak még az előző hétvégén, és akkor meglepő volt, nagyon azt mondta a kedves rendőr, kettő is volt belőle, hogy kénénk egy személyigazolványt, és akkor ott álltam. Hát nem tudtam magam hirtelen igazolni, de aztán utána jöttek a öltözőbe, zuhanyzóba, és ott ez sikerült, és ott arra is figyelmeztettek, hogy vigyázzak, mert márciusban lejár a jogosítványom, mert azzal igazoltam magam gyakorlatilag. És ilyenkor már nem elég, hogy bemondott a Sirilla. Ja, jó van, na, menjen nyugodtan. Menjen még vissza. Menjen még vissza egy kicsit. Tehát ez ilyenkor nekik nem elég? Hát ezek szerint nem, mert lehet, hogy nem ismertek föl, vagy hát nekik ezt hivatalból ugye le kell adni ezt az adminisztrációba, gondolom. És akkor felírták az adataimat, de azért ott a tömeg, aki ott körülvett, elég elcsodálkozott. És mi volt ez a pillanaton? Jó napot kívánok, úszogatunk? Nem, hát én már a Duna közepén voltam, amikor láttam, hogy jön egy szirénázó rendőrautó a Dunaparton, ugye, és akkor mondtam a Dunának, akik emellettem úszott, mondom, biztos kijöttek, hogy egy kicsit segítsenek ott a népek gardírozásában, meg ilyesmi. Várják, ki úszott melletted? Egy búvár, hát az kötelező, az föl van öltöztetve ilyen jó meleg ruhába, mármint ilyen vidáló ruhába, és akkor az mindig úszik mellettem, hát ez kötelező. Egyébként hozzátezem zárójelbe,
hogy mindenki ott volt a rendőrség, mert rendőrség ugye nem, de ott voltak a mentők, a búvárok, akkor ilyen biztonsági emberek, meg kordon volt húzva, hogy a tömeg nehogy esetleg bemenjen a Dunába úgy véletlenül, hogyha nagyon, nagyon el van már kábulva a látványtól, hogy én ott úszom, ugye, és akkor gyakorlatilag ekkor megjelentek a rendőrök szirénázva, és akkor én láttam, hogy ott jönnek, mennek, sétálnak, és azt hittem, hogy csak azért vannak, hogy vigyázzanak a biztonságra. Kiléptem a vízből, egyébként a jobb lábam tiszta vér volt, mert egy kajdó szétvágta, és akkor utána történt ez az igazoltatás. És mondtad, hogy jössz mindjárt csak fölvennél egy köntöst, vagy lezuhanyoznál egy pillanat. Persze, igen, és akkor utána még azért, hogy tereljem a figyelmet, mert nem akartam a közönségnek csalódást okozni, nagyon nagy hó esett akkor, csináltam egy kis hófürdőt, ez azt jelenti, hogy húztam, mint vigyázz, egy rosszára. Lőj utána, elszökik. Polgármestert is gyakorlatilag igazoltatták, mert ő szervezte azért az egészet, fölvették az adatait, és hát most már várjuk, hogy mennyi lesz a bírság majd. De ez valami jogszabályváltozás után történt? Hát eddig bármikor bemehette, vagy ezt mindig be kellett jelenteni előre, hogy te úsznál egyet a Dunában? Hát ezen a területen ezen nem kellett soha bejelenteni. Itt viszont tényleg valóban egy éve körülbelül, vagy nem tudom, ide jött egy ilyen jogszabályváltozás, és akkor ezt a polgármester úr nem tudta, és így mindent meghirdetett, megszervezett, és hát akkor gyakorlatilag így alakult. Azt tényleg én sem tudom, hogy tudtak kijönni ez a rendőrök, hogy tudták ezt. Egyrészt ez az egyik, a másik meg mi a jogszabályi vétség, amit elkövetett Sirilla úr? Érted? Te mit írtak neked a papírra? Nem szabad télen a Dunába menni? Van tiltott ilyen jogszabály? Tiltott helyen fürdőzés. Hát, ez jelenteni valószínűleg, hogy ott úszik egy őrült, ez ide én lennék, és ez nem történt meg. Holott hozzáteszem, hogy az a terület, az gyakorlatilag egy ilyen strand terület, és májustól szeptemberig bárki úszhat. Ha az egyébként egy strand, akkor te ott úszhatsz. Akkor úszhatsz. Csak valószínűleg akkor nem jelentetted be, hogy te télen úszol a téli időszakban. Igen, mert nem tudod, van valami bejelentési kötelezettséged valószínűleg. De mondom, hát azért az humoros volt, hogy a tömeg ezt végignézte, és akkor kérdezték is tőlem, hogy ez hogy működik. És oszlattak a rendőrök? Mindenki mennyire nincs semmi látnivaló? Mondom, gyerekek, a rendőrök itt ez a show műsornak a része, ezt mondtam. És mennyit voltál a vízben egyébként? Hát összesen 9,5-10 percet, ez egy ilyen laza úszás volt, nem nagyon széles ott a Duna, de viszont a másik oldalon kimegyek, az veszélyes, mert ott gyakorlatilag állítólag ez egy védett terület, és hódok is vannak. Tavaly, amikor úsztam, ott rágtárták a hódok a fát, azt is láttam, úgyhogy érdekes. És akkor így választottál, átnézted a másik oldalon, ott hódok vártak ezen az oldalon, mert rendőrök igen, használtad, hogy igen, úgy, rendőröket jobban ismerjük. Legjobban ezért a vízbe éreztem magamat, mert ott voltam a legkevésbé a veszélynek. Mondjuk az ügyére. Egy négyzetcentiméterre eső szőrfelületed alapján simán a faterjuknak nézhetnek. Tehát, hogy... jó, az egészen. Oda integetnek, álló fater, jössz ki a vízből, oda néz kicsit, belerágsz kettőt a fába. Igen, tehát hogy ez simán egyébként. Az igaz, hogy a polgármestert is följelentették, vagy megbüntették? Hát azt mondtam, igazoltatták. A Tamást, igen, őt is megbüntették, és följelentették, és felelősségre vonták. Mi, hogy ő engedte, hogy te bemenjél? Hát akkor ez testi... ő szervezte, így bizony, és akkor ő teljesen el volt ezen csodálkozva, a polgármester úr. Aztán szövetséget kötöttem a polgármesterrel, és elhatároztuk, vagy valahogy ezt a balhét kivédjük, még nem tudom, hogy, de valami csak lesz. Hát én sokra nem bírságolhatnak meg, gondolom, mert azért nem halt meg senki, meg mit tudom én, nem loptam el a Dunát, meg ilyenek, de hát valami csak lesz. És ilyenkor, aki jössz a hideg vízből, hány fokos vízben zuhanyzol? Gondolom, hogy nem tűzforró vízben. Tehát hát gyakorlatilag ez most úgy volt, hogy a rendőrök is kicsi megzavarták ezt a kis magányos szeánszomat. Úgy szoktam, hogy amikor kijövök a vízből, akkor ugye azért a tömegnek adok egy pár száz autogramot, utána bemegyek az öltözőbe, akkor ott sétálok egy kicsit föl alá, azért, hogy a végtagokba visszakerüljön az élet. Illetve meg nem találod a szekrényedet. Eltűnt a szekrénykulcs. Akkor várjatok, akkor utána hideg vízbe, vagyis hát az nekem nem hideg, vagyis csapvízbe szoktam zuhanyozni, aztán langyosba, melegbe és forróba, és a forró az maga a beteljesülés gyakorlatilag. Oh. Ilyen szempontból. Hát ott meg vagy. Igen, igen. És mennyi idő telik el, amíg vízbe mész, onnantól kezdve, hogy megérkezel a partra? Tehát gondolom, ez nem úgy van, hogy ledobod és egy indián fejessel bent is vagy, hanem hogy azért nem, van... Hát akkor én mindig úgy fürkészem a tájat, én már előtte 2 órával ott vagyok. Hogy vannak-e rendőrök? Már hogy fürkészed hát a tájat? Hát megnézem, hogy a Duna milyen hangulatot áraszt nekem, akkor bedugom az ujjacskámat a Dunába, hogy ezt vagy egyből. Ja. Akkor mit szoktam megcsinálni? Akkor utána kimegyek, kicsit jópufáskodok az emberekkel, akik ott szépen lassan gyülekeznek, és akkor elvonulok, átöltözök, olyan jó 15-20 percet szoktam futni, bemelegíteni, és utána történik meg maga
a rendezvénynek a, uh-huh. a lényege az úszás. Figyelj, Gyuri, hogyha ha neked azért van ebben az egész történetben már némi rutinod, hogy ha esetleg mondjuk egy úszás előtt bejelentenétek ezt a rendőrségnek is, ez nem lenne egyszerű? Tehát, csak így tudták, szegények, hogy be kell. Csak valakinek csak eszébe juthatna már, hogy bejelentitek előre ezt a rendőrségnek, és akkor úgy nem lesz belőle ügy. Mert hogy azért van már berutin, nem? Hogy én utána fogok ennek nézni, és akkor gyakorlatilag most már bejelentjük biztos mindenhol szépen. Meg úgy tűnik, hogy mindenkinek szóltatok, csak a rendőrségnek, nem? Igen, hát ez egy komoly hiba volt, ezt mondom, nem nekem kellett ezt intézni a polgármester. Most mit csinálsz, hogy lehakultál? Megint készülsz alól bemászni a vízbe? Megint vagy ott vannak a rendőrök? Ott vannak a rendőrök? Vagy mit csinálsz? Megint lehakultál? Leteszed a telefont és azonnal vízbe csobbansz? Vagy mit csinálsz? Igen, ez egy hajnali érzés, mert most pillanatok alatt fogok egy nagyot úszni, tudod? Mennyi ideig bírnád egyébként? Tehát ez a 8 perc, azt mondtad, rövid volt. Mi az, ami már úgy téged is megizzasztana idézőjelesen? Hát egy 15-20 perc az már kemény lenne. 26 perc, amit én tartok a Guinness rekord, hát az már szív ritmus zavart meg mindenfélét okoz. És az is jeges vízben, tehát a nulla fokos vízben körülbelül. Tehát az 0,6 fok ilyesmi, igen. 26 igen. perc. 26 perc az a Guinness rekord, amit tartok, igen. Az alatt a tűzforró vízből is kijövök, mert idő után már szívem is nagyon hevesen vert, tehát igen, aztán én 80 hát fokos vízbe zuhanyzom. A forróban is nagyon nehéz. Igen. Na jól van, hát mi mindig nagyon jól szórakozunk ezen, ahol te valamikor felbukkant hát és vízbe mész. Ez egy rendhagyó szóműsorok, így van? Igen, nagyon-nagyon szeretjük. Mi a következő cél? Következő például most Fajszon fogok úszni, az egy kis faluska, 1700 ember van, hát reméljük, hogy a falu nagy része kijön, ez most szombaton lesz. És a rendőr van Fajszon, tudod? Körzeti megbízott valaki. Igen, valamit kinyomozunk, hogy remélem, hogy a rendőrség most már ott kedvesebb lesz, és remélem az ottani szervezőket teljes mértékben fölvállalták, hogy Csirilla Gyuri jön, és akkor hatalmas lesz. Így van. Ha a fajszi polgármester nem akarja, hogy rabosítsák, akkor jelentse be előre, igen. Na jó, van, elengedünk, mert halljuk, hogy megérkeztél valahova. Gyuri, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget, szép napot. Köszönjük szépen, Sirilla Györgynek, ciao. Hidegen. Gyerekek, viszont azt írja valaki, hogy 8 perc alatt kiértek. Hát ez komolyan mondom, ha valami nagyobb így történik, nem érnek ki 8 perc alatt. Tehát hogy ez valami egészen nagyszerű rekord, nem? Hogy itt 8 perc alatt ott voltak a helyszínen. Ha 8 percet töltött a vízbe, mikor bement, még nem voltak ott, akkor maximum 8 perc alatt kiértek. Jó, a Gyuri már 2 órával ezelőtt ott bóklászott a parton, és lehet, hogy és jelentette saját magát, hogy mindjárt bemegyek. Valaki gyanúsan fölle sétálgat, lehet, hogy öngyilkos jelölt. Érted, akkor meg 128 perc alatt értek ki. Lehet, hogy az van benne, hogy öngyilkosságot akar biztos, elkövetni. Biztos, hogy ez. Mentsük ki. Menni biztos. Kell, persze, tehát, hogy nekik biztos. Szerintem az ki van adva. Uh-huh. Egy búvár már megpróbálta kihozni, nem sikerült. Nem, magával ragadott egy búvár. Beleakadt egy búvár. Olyan gyorsan húzott, hogy beleakadt egy búvár. Mentés folyamatban. Húz magával valakit, igen. Gyerekek, azért ehhez kell edzettség, nem? Nagyon. Szóval ez férfi munka, egy ilyen jeges vízbe így bemenni, nem? 8 percet ott bent hosszú ücsörögni. Évek gyakorlása val állítólag el lehet érni, bár a múltkor úszott vele ez, ahogy hívják azt a herevasalos fiúra, Berki. Hát, és az meg, ő meg tudta nem csinálni. Nem, ő külön úszott, vagy együtt volt? Ő volt a felkészítő tanára, a Sirilla. Aha. Hát, igen. Szóval, hogy meg lehet csinálni viszonylag rövid idő alatt is, ha valakinek ez az álma. Jó, hozzád már csak egy kérdésem van, Feri. Jó, ugye ne piszkálj, mert most már jelentem a fitusznak. Ugye nem te voltál. Jó? Tehát egyet zárjunk ki, még mindig maradt 9.900.000, de ugye nem te voltál. Nem én voltam. Jó. Nem is tudtam, hogy úszik. Nem voltál ott ezen a rendezvényen hirtelen elengedve egy telefon. Jó napot kívánom, Rákóczi, lakossági bejelentés lesz. És ebkendőtettél a telefonon, és lakossági bejelentés. Tisztelt rendőrség, szombat fajsz. Figyeljenek. 7:30 pontosan 3 perccel Lóven bácsival, Berunyénivel játszunk a hírek után. Aki szeretne velünk játszani, küldjön SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy a hátsó ködlámpát kapcsolják le, ha van mögöttük autó, Brigi oktató küldte. Nekünk M1-es hegyes halom felé Győr után havazik a 149-es kilométernél, ezt Feri küldte. Aztán jó reggelt, Bécsbe behavazott, mint Moszkva 84-ben. Az A21-es autópálya járhatatlan. Még lánccal se a régi egyesnél, pedig totál káosz van, ezt Attila küldte nekünk. 28-as villamosvonalán fehér Ford keresztben a sineken, emiatt van késés, kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen.
valamint azt nézem, hogy egyelőre nincsen több, ezek a legfrissebbek. Jön-e a hó erre? Azt aha. Írd meg még. Igen? Ja. Jön? Ja, szólt? Ja, mondta? Ja. Mondta, jelentette, hogy érkezik? Igen. Mondtak valami nagy havazást, hogy lesz. Jó lenne. Akkor eléri meg. Ja. Igen. Na és azonnal lezúduló hófelhők? Az neked semmi? De örülné, ha lenne azért? Én nagyon várom. Várolj? Gyerekeknek jó lenne szánkózni. Igen. Oda súvasztam el egyébként az összes ilyen feleslegesé vált cuccot otthon, ahova el van rakva a kis szánkunk. És mindig, amikor ránézek, akkor arra gondolok, hogy basszus, se tavaly előtt igazából nem is vettük elő. Most már mondjuk viszonylag kicsi, tehát hogy így valószínűleg egy korcsolyázni bele a gyerek az egyik lábára fölkötözni. Átveszem. Hogy egy ilyen gyerek szánkunk van. De basszus, érted, és ott rozsdásodik. Szerencsétlen. Nem tudom, nagyon tudom mire használni. Nem nagyon volt lehetőséged. Nem, úgyhogy én is egy picit várom. Képzeljétek, tegnap megállított egy, nem, ez nem tegnap volt egyébként, nem akarok hazudni. Ez egyik kedves hallgatónk, és kaptam tőle egy kilónyi kávét, mert hogy ő egy ilyen kávécégnél dolgozik, saját pörkölésű kávóról van szó, nagyon szépen köszönjük neki. Szóval arra szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy ilyen dolog miatt léci, máskor is állítsatok, meg nyugodtan, sem gond, nincsen köszönjük szépen. A tarhagép, a tarháló. Tök jó fej volt egyébként. Mondta, hogy elviszed a többieknek, mondom, a többiek igen, magamnak nem. És behoztad, vagy hazavittad? Behoztam. Dehogy is, behoztam, itt van a közösbe, úgyhogy ilyen jó fejhallgatóink vannak. Egy nyíregyházi kávés cégnek a helyi területi képviselője volt, és akkor mondta, hogy viszel egy kávét, mondta, nem. De már akkor kivetted a kezéből. Nem, hagyd csak. Észre egy kávét, nem, ahogy szoktad mondani. Ezek egy termoszt. Na játszunk, jó? Óven bácsiről és Beru nénire rányítunk, és valakinek lehetősége lesz, hogy kitalálja, hogy mit énekelnek. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Na megnézzük, mit énekelnek. Halló, jó reggelt! Halló! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Zsani, jó reggelt, szia! Jó reggelt, nektek is! Honnan hívtál minket, Zsani? Veszprémből. Hogy örültek neki? Most miért örültünk? Én sem tudom, miért örültem. Én imádom Veszprémet. Meg ma szóba került, ugye reggel Döbrön, te? Hát pláne. Igen. Így van, meg nagyon szép hely, és minden van így ott, van. Ami engem érdekel. Hát. Várak és cukrázdák. Így van. Így van, nagyon szép. Vár, minden. Jó étterem, állatkert, túrázó hely. Viadukk. Cukrázda. Minden adott. Csöcsök is van. De nagyjából cukrászda, cukrászda, várak, csöcsök. Hármas, ez a hármas, az örök körforgás, igen. Mivel foglalkozol, Zsani? Hát erről most nagyon alakban nem szeretnék beszélni, mert nehezemre esik a beszéd. Eddig kedveltelek. Maradjunk ennyiben, hogy Csávi angyalai vagyunk. Igen? Ez mit jelent? Rendőrködtök? Nem. Akkor? Magánnyomozó? Nem. Gyenge a fantáziátok. Csáli nem angyalai. Gyenge, csak nem akarjuk mondani. Aha. Akkor ezek szerint a... Masszírozás, bumbum finissel? Ezek szerint a Szent Háromságomból nem a várak és a sütik közé tartoztak, hanem a viadukt. De mi titkos? Titkos egyébként? Vagy mi csinál? Még egyszer? Titkos, hogy mit csinálsz? Vagy ki kéne találnunk? Igen. Lehet, hogy kipróbálunk mi is. Vagy... Nem tartom valószínűleg. Smasszer! Tényleg miért titkos a foglalkozásod? Tehát nem beszélhetsz róla? Vagy nem akarod? Vagy megismernek? Inkább most nem szeretnék. Júli, legközebb kérdezzük meg, hogy aki elmondja a foglalkozását, az kerület adásba, jó? De tehát, hogyha adásba kerül és titkolózik, annál hideg rász. Figyelj, szóval csodálkozom rajta egy kicsit, Bali, mert szeretem, a dolog pszichológiáját neked már most meg kellene magyaráznod. Tehát, hogyha ő nem akarná valójában, hogy ez a dolog kiderüljön, akkor nem hozta volna adásba. Tehát, hogy azért hozta adásba, mert egy picit szeretné, ha erről beszélgetnénk, mert különben nem mondok volna róla semmit, azt mondta volna, hogy szobafestő mázoló. Nyilván nem mit akarja. Csak azt akarja, hogy mi nyaggassuk? Tuti, azt akarja, hogy mi ezt kiderítsük. Én nem nyaggatom, lehet ebben valami, de ne, én nem barátkozom olyan hallgatókkal, akik nem mondják el, mivel foglalkoznak. Jaj, megszakadt. Teljesen. Halló! Nem, ne keverjem a játékot, letoljuk gyorsan, udvarjasan, elbúcsúzunk, de nincs itt barizás. Tehát, hogyha valaki betelfegy adás... Én nem tudok csúszkamasszázsról Veszprémben. Kerestem, de nincs. Nem lehet vele beszélgetni, én szeretek az emberek foglalkozásáról beszélni, mit csinálod, mivel jár, hánykor kell, de így nem tudunk semmiről beszélni, mert van egy nő, aki nem mondja, hogy mivel foglalkozik. Hát most miről beszélgessek az időjárásról? Érzed, hogy hidegültek el egymással? Most azt mondta, hogy van egy nő. Van egy női hallgató, aki nem árul el. Plastikai sebészek vagyunk, akkor ennyit mondok, jó?
És akkor, ha tovább gondoljátok, akkor hát én a fantázia nem. El sem hidegültem, csak így szedtem ki egy ilyen pszichológiai csellem. Azt hittem, hogy beraktam rá, pedig nem. Plasztikai sebész. Aha. Ritkán telefonálnak plasztikai sebészek. De valaki már kiabált a háttérből, hogy miért árultad el? És te ilyen nővér vagy asszisztens? Nővérként vagy asszisztensként a doki mellett dolgoztok? Vagy te? Nővérek. Nővérek. Híres paciens volt már nálatok? Kedves nővérek. Megfordult, igen. Mit csináltak rajta? Zsírleszívás, cici rendbehozás, arcsimítás? Erről tényleg nem beszélhetek. Ezt mondjuk megértem. Ezt megértem. Akkor tudjuk, hogy ki volt. Igen. De ezt megértem, paciensekről. Mi az, amit a leggyakrabban csináltok, amit a leggyakrabban kérnek? Kávészt. Igen, egy jó kávé. Egy jó félorvosú. Ez így van, tényleg valóban kávét. De a műtétek közül? Műtétek közül, a szájfeltöltés, ajakfeltöltés, de... Én nem értem azt, komolyan mondom, ezt az ajakfeltöltést. Komolyan mondom, annyira hülyén néznek ki vele. Ilyen csőrike szájat csináltatok maguknak. Látszik, hogy fel van töltve, mert szeretnének olyan, tudod, olyan vastag húsos szájat, de hát ha penge szájuk van, akkor az feltöltés után se lesz nagyon vastag. Csak úgy néz ki, mintha megcsípte volna egy darázs, és allergiás lenne. Nem? Értitek a szájfeltöltést? Én most olyat láttam, hogy egyik oldalt kicsit ráadásul jobban be is volt duzzadva, feltöltés után valahogy nem. Az családon belül erőszak volt. Ja. Igen. Ha egy nőnek szép vastag szája van, az valóban erotikus. De a szájfeltöltötteknek nem lesz, csak egy ilyen fura, ilyen allergiás rohamokkal megáldott ilyen ráadásul túlérzékenyé válik. Igen, nem egy szép dolog. Lehet, hogy csak eddig műhibásokkal találkoztál. Igen, ez is lehet, hogy az összes szerepnek, akinek látom, hogy fel van töltve a szája, nem jó a plasztikai sebész. Ez is vissza lehet csinálni egyébként? Hogyha esetleg egy később meggondolja magát, mert ugye mit tudom én, a melnagyobbítás után visszább lehet venni egy kicsivel, meg el lehet távolítani, de a szájfeltöltés után ezt még rendbe lehet hozni? Valószínű, de ilyenre meg nem, ilyen felkérésünk nem volt. Tehát óvatosan céloztál arra, hogy ti annyira jók vagytok szájfeltöltésben. Fenékbeültetés van? Hogyan? Fenékbeültetés. Hát nem a feneket ültetik be, hanem a plastikot. Hát úgy értem. Na jó, tényleg nem kérdezem. Én itt próbálok barátkozni, mert minden. Van nálatok fenékbeültetés, mert akkor Bali lenézne a legközelebb lesz, hogy mi terepülés. Ültettek-e IKEA gyártját fenékbe, erre gondolom. Mindenre nyitottak vagyunk, és minden megoldható. Nagyon jó. Na jó van. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Benu néni. Jó, figyelj, hallgass meg. Mit csinálnak? Ha úsznak a jéges Dunában. Aha. Igen. Bugyborékolnak valami wellness hotelben. Hát, vagy tisztálkodik Beri néni a patakban. Jó, ja, mossa. A pásztor legény. Mossa a csúnyáját. A Tatói Jancsi pedig kintről néz. Na figyelj, jön egy rövid kis részlet, figyelj. Oké. Okay. Na. Elén? Rövidet neki. Szentelen volt. Igen, rövidet neki, szentelen kellett. Nem akartál elállni. Igen, rövidet doktor úr. Még egyszer kérhetjük? Hogy nem, figyelj. Na. Ajajajajaj. Na. Még egyszer? Igen, mert nagyon rossz a vonal. Jó, mutatjuk. Na. Jézus Mária. Ez nem Danny könnyű. Blue? Mi? Danny Blue? Igen. Danny Blue? Daddy Blue. Daddy... Vagy nem... Daddy Blue. Ki az előadó? Na! Ebből megmondod, az nagyon szép megfejtés. Blue az nem stimmel. Igen, de... Daddy Cool. Nem tudom a címét. Na várj, ezt megvárjuk most már. Daddy Blue volt eddig? Nem. Vagy... Arra tippelek én. Aha. Mire? Dudoljad? Nem dudom. De dudoljad, na. Most már megvárjuk ezt is. Bonnie M volt, az nem. Na. Jó! Te jól tudtátok, így van. A Terrier Bull. Blue, itt van a Terrier Bull. A Terrier Bull. Nem tudtam a szám címét. Igen, Daddy Cool ez a dal címe. Na, akkor ezt most már egy élete megjegyezzük. De egy ügyesek voltatok. Ilyen rövid részletből kitalálni azért az nem könnyű. Nem könnyű. Szandika volt a megfejtő. Szandika mit csinál? Kávét. Szandika most éppen ásványvizet szolgál fel. A kávéhoz. Hát igen, ahhoz alap. Jó cukrászába is úgy adják. Így van. Nagyon-nagyon rendesek vagytok, hát oda kell menni plasztikai sebészetre. Az ember kávét kap, fenékfeltöltés is van. Azt hiszem, megvan.
Megvan a helyünk, nem? Ha akarunk, ez egy szép, szép feneket. Én szerettem a szájfeltöltést. Engem. Zsani, ügyesek vagytok, küldjük az ajándékcsomagot. Jó? Jó munkát, ciao. Hello, 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 hello. Tehetsek voltak. De miért titok, gyerekek, hogy valaki plasztikai sebész? Miért kell valakinek 10 percet, hogy mondja, hogy ebben mi a titok? Nyilván félt attól, plasztikai sebészeten dolgozom, és minden asszisztens vagyok. Ez most mi, hogy megkérdezzük, hogy mik a legnépebb, a halál közhelyes dolgokat kérdeztünk. Nagy. Tehát három nagyon nagy közhelyi parádé volt. Hát, mit töltenek a nők, férfiak, mi a legnépebb? Tehát ennyi, mit tudunk kérdezni? Lehet, hogy a doktor úr nem örül le, hogy hallaná a rádióba, hogy nem tesznek, vesznek, sürögnek, forognak. De a hangját megismeri a doktor úr. Az implantátumokat. Na, de a hangját megismeri. Tehát, hogyha ő a főnökétől fél, akkor azt Zsani vagyok Veszprémből, és ha hallom, én vagyok a főnök, és ülök a kocsiba, én megismerem az alkalmazottam hangját, hiába nem mondja, hogy mit csinál. Tehát ez nem jó ideológia, azért nem mondja, hogy ne derüljünk, hogy honnan telefonál. Hát azt mondta, ha valaki betelefonált el, mint főnök, megismered, hogy ez az alkalmazottad. Tehát nem, érted? Nincs értelme letagadni, nem? Hát igaz. Ugye? Hogyha... Szóval ezt nem értem. Vagy akkor még terelhetsz, ha rád kérdeznek, hogy nem én voltam. Nem, ő a másik Zsani. Szandika nem, volt. Másik Zsani, másik Veszprém. Szandika, Zsanika, mindenki. Mindenki ott volt. Na, tegnap foglalkoztunk ugye a játékhatárok nélkül verseny győztesével, mert hogy a comment.com-on lejött egy érdekes cikk. Minden győztesével. Igen, lejött egy érdekes cikk, és nem tudjuk, nem tudtuk sokáig eldönteni, hogy mi történik tulajdonképpen. Mert hogy ugye, hát a magyarok megnyerték ezt a versenyt, aztán a comment.com utána nézett, hogy az oroszok is magukat hozzák ki győztesnek ezen a versenyen, és az eredeti francia honlapon is az oroszokat hozták ki győztesnek, vagyis hogy ők nyerték a játékhatárok nélkül vetélkedőt. Míg a magyarok ugye azt mondták, hogy ők is föl is emelték a kupát. Nyilván nem azért, mert hogy ők ezt a dolgot nem nyerték meg. Ráadásul nem csak ez van, hogy az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, hanem lezárt televízió műsor van Magyarországon is. Igen. És az oroszoknál is, és annak a vége is az, hogy hol mi örülünk, hol ők. Tehát itthon mi örülünk, ott meg ők. Ugye? Tehát nem csak az, hogy valaki mond valamit, hanem bizonyítéka is, hogy tessék, itt van, itt a kupa, fogom, hajrá. Igen. És ugye azon kezdtünk gondolkodni, hogy valaki hazudik. Igen. Valaki hazudik, és arra gondoltunk, hogy ha mi megnyertük tényleg ezt a versenyt, akkor ne hagyjuk már, hogy az oroszok ezt meghamisíthassák, és a saját honlapunkon azt tüntetessék föl, hogy egyébként ők nyerték, mert hogy 15 év szünet után újra megrendezték, ráadásul ugye Magyarországon forgatott játékhatárok nélkül című vetélkedőt, és ezt megnyerték a magyarok. Erre az oroszok országvilágnak behazudják, hogy ezt ők nyerték. Így van. És nem csak a külön verseny nyerték, hanem az összesítettben ők a saját honlapjukon magukat tették előre. És ráadásul annyira presztízs kérdést csinálok a dologból, hogy nem sokára jön is, emiatt a Putyin Magyarországra. Igen, hogy megbeszéljük. Gundival fog találkozni. Gundelor. Veszélybe került Paks 2-ben, azt mondják, hogy na gyerekek, így ne. Ha nincs megegyezés, akkor ne. Akkor nem építkezünk, nem építkezünk. Na de hogy van az, hogy az orosz állami televízióban egy olyan kép jelenik meg, hogy az orosz csapat megnyerte a falmászást, majd ugye óriási örömködésre közepette, ők felemelik egyébként, átadva ugyanazt a trófeát, és itt jön a megdöbbentő dolog, amit a magyarok is felemeltek. De az, az nem a falmászásért kapták, hanem ugyanazt a trófeát emelik fel az oroszok is. Mert ugye azt mondják, az oroszok megnyertek egy külön versenyt. Ezt tudjuk. A falmászó verseny. De az eredményhirdetésnél az orosz verzióban az orosz fél az egyértelmű összesített győzelmet ünnepli ugyanazzal a kupával, amivel a magyarok ünnepeltek előtte, és az orosz állami televízió azt mutatta be. De hát ezt mi kiadtuk a kezünkből, azt a kupát. Tehát azt a kupát mi megkaptuk. Igen. Egyszer. Letettük. Igen. Valahova, átkaroltuk egymást szeretetben. Igen. És addig ő felemelték. És addig ő megcsinált egy képet. És látszik magáról. Egyébként az, hogy egyébként az orosz versenyzők már akkor, amikor felemelik ezt a kupát, át is vannak költözve. Tehát egy olyan kép volt fent az interneten, amin ők már utcai ruhában látható. És aztán kiderült ugye, hogy az oroszok valóban nyertek egy külön versenyt, de az orosz állami tévé mégis úgy próbálta beállítani, mintha ők egyébként az egész versenyt megnyerték volna. Azért ez nagyon kemény. Azért ez nagyon-nagyon-nagyon kemény. Ez valami régi beidegződés lehet még a 60-as évekből. Hogy mondtam, hát, ilyen nincsen hát, már ilyen a világon sehol, hogy a köztévében ilyen kézi vezérlések lennének. Nincs, hát ilyen aztán a világon hogy nincs, hogy a köztévé kézi vezérlés lenne, hát a kutya fájt. Én nem is hallottam még ilyenről, hogy kitakargassanak embereket. Meg hogy ott hirtelen ilyen-olyan dolgok történnek, ez csak Oroszországban történik, meg Jani, kikérem magamnak ezt a feltételezést. Én pontosan ezt próbálom meg sugárni. Így van, csak Oroszországban. De Oroszországban csak jó hír van. Kézi vezérlési köztévről nem is hallottam. Oroszországban vereség nincsen, döntetlen esetleg, de inkább csak győzelem. Tehát ők győztek. Kik?
mi győztünk. Az nem adjuk oda. Rohadékok, hazugok. Náluk ők. Igen, az orosz Wikipédia az oroszokat hozta ki győztesnek. Nem, hogy ez a 21. században megtörténik, gyerekek, azért ez valahol egyébként rettetesen szomorú, és mondjuk meg azért nem egy politikai tudósításról, egy nem tudom, egy ENSZ nagygyűlésről van szó, hanem egy játék határok nélkül. Ahol az orosz Wikipédia azt mondja, hogy az oroszok megnyerték a versenyt. És megdöbbentő, hogy pont a demokrácia bölcsőjében. Igen, de tényleg, tényleg értem is, hogy jön a Putyin, mert ezt meg kell beszélni. Hallom. Szóval ezt meg kell beszélni. Ez napi rendi pont kell, hogy legyen. Hogy mielőtt belemennek itt, hogy mi lesz meg, hogy lesz az. Na előtt, akkor hogy volt ez? Ki a kupa? Hagyjuk a formalitást tavar, és gyerünk beszélni meg ezt a játék hátterok nélkül. Ügy. Na mindegy, ez most érted, bajnokok falát megnyerik és behamisítják az egészet. Viszont azt nem értem, hogy a francia honlapon is, hogy kerültek előre az oroszok? Ők is az orosz tévét nézik. A franciák is az oroszok seggét nyalják, mi? Aha. Ugye? Erről van itt szó. Hogy velünk nem puncsolnak. Puncsolnak az oroszokkal. Írjuk be az oroszokat, abból nem lesz baj. Hát eljöjjön ide a Putyin, írjuk inkább be. És beírták az oroszokat első helyre. Mert hogy az oroszok magukat elsőnek írják, az rendben van, idézőjesen, az sincs rendben. Hát lehet, hogy van ott lent valahol náluk is egy lepukkant a atomerőmű. jó lenne azt is felújítani, igen. Na, felhívjuk az egyik műsorvezetőt, Gundit nem értük el tegnap. Viszont Harsanyi Leventit, igen, aki segít nekünk. Futanyáva! Lehet, hogy ő is benne orosz, volt. Aha, Gundi. Nem akar nyilatkozni. Harsanyi Levit felhívjuk, hogy mondja el nekünk, hogy mégis mi történt, és ők, mint a műsorkészítő, egyébként itt szóltak ahhoz, amikor kiderült, hogy igen, szóval itt valaki csaj. Azt írja valaki, srácok, ne firtassátok tovább, hideg tél lesz. Hosszú hideg tél lesz, így van, úgyhogy nem is nagyon firtatjuk tovább a dolgot, de 8 óra után rákérdezünk azért Harsányi Leventénél, hogy is áll most az ügy, jelen pillanatban mit mondanak a magyarok, mit mondanak az oroszok, és hát reméljük már azóta ők is beismerték egyébként, hogy szemétmódon próbálnak nyerni. Egy perc múlva 8 óra jövünk Levivel, Ákos hírei után. 8 óra múlt 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, Mark Ronson és Bruno Mars. Nagyon jó kis dal ez. Fú, nagy klasszikus. Ilyen ennek a Ronson gyereknek, mert veszek 50 CD-t. Jó, ez nagyon jó ez a dal. Egyébként tényleg. Nagy funky közhely, de zseniális. 6 számból összenyúlva, mindenhonnan egy kicsi, különböző dalok felismerhetőek benne, de zseniális dal. Zene van benne, élő funky, nagyon jó. Igen. Nincs izé vakítás, hogy majd a számítógépen valamit leszedünk. Ezek a fiúk följátszottak minden egyes hangot. Hát hallatszik. Köszönjük szépen mindenkinek, aki szavazott rá a teszten. Tényleg jó dal egyébként. Na, a 10. kerület Akna utcánál autó, a villamosineken áll, a villamos forgalom 28 kötél 37, de nem tudom, hogy az egyébként mit jelent. Aztán M3-as 76-os kilométertől Nyíregyháza irányába Ködös út szakasz, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon, és menjen egy kicsit lassabban. M3-os 204-es kilométer Budapest felé fotóznak, ezt Böbi küldte nekünk. Valamint az M9-es Duna hídja le van fagyva, hát ha meghallja az illetékes, mondjátok be, üzeni nem tudom. Ma reggel kb. 10 perccel ezelőtt láttam szikrázni az ablakommal a dunaújvárosi személyvonatot Battánál. Az van. Hát villanymozdony húzta valószínűleg. Mm-hmm. Igen, lehet. Ennyi. Már Kapuváron és Csornán is havazik. Andi küldte nekünk, A120-as jó járható, se hó, se köd. M3-as Füzesabony tejköd, üzeni Attila, és M1-es Hegyeshalom felé Győr után havazik a 149-es kilométertől. Ezt Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen! Gyerekek, jó lenne, ha ide is jönne. Egy pici hó még, nem? Egy pici hó. Te maradj csendben, mert nálatok van. Ez is igaz. Igen. Jó, ez is igaz. Ez most is igaz. Mi hóirigyek vagyunk rád, azért kértük mi, hogy hozzánk jöjjön. Csinálok pár fotót, megmutatom, hogy tényleg nem hiszed el, hogy figyelj, mint Ausztriában lennél, nem hiszed el, hogy ott milyen hó van. Csinálok egy pár fotót, tényleg megmutatom. Na, azt szeretnénk mi is egy keveset, egy 5-10 centit, abban már a gyerek nem akad el, vagy még. Az már pont jó, az nem? Pont egy kocsi jó után csúszkás. Tudod kötni, tudsz vele szánkózni. Múltkor láttam X6-os BMW után, te 3-4-5 gyerek ott ül. És ha befékez apu elől, akkor mit csinál a srác hátul? Alá csúszik? Előre csúszik és integet apának. Elcsúszik mellette. Ment az X6, ült benne a kis gyerek, egy olyan szánkó volt, aminek ugye van háttámlája, tehát nem tud belőle kiesni, és nem mentek gyorsan, meg nem farogat, húzta a gyereket. Egyébként igazi szenzációs, igazán nagyképű, de mondta az apuka, hogy nem, nekem most ez nincs erő. Fáradt, semmi farolás, nem, a gyerek ment, és tényleg öttel mentek a havas úton, és ült a gyerek teli szája, mosolygott, apuka meg könyökölt a műszerfon, és hárommal húzta a gyereket. Telefonon beszélget, húzta a gyereket. Azt nem nagyon vesz észre az X6-osban, csak megy tovább.
Ja, és hirtelen ugrik egyet. Ez a legjobb. Na, elég volt? Ha elég? Hol vagy? Hogy sehol nincs egy gyerek. Hol vagy? Hótömböt húz már maga után. Igen. Na, játék határok nélkül fejlemények bonyolódnak, kérem szépen. Ugye érdekes ez a dolog, ami zajlik. Mert hogy ugye hát trükközés. Trükközés van, és régi időket idéz ez, hogy állami televíziókban hamisítanak különböző dolgokat. Más értelmezés. Más értelmezés. Máshogy értelmezik ugyanazt az eseményt az oroszok is, mint mi, mert hogy ugye ezért nem hazudnak. Nem. Máshogy értelmezik. Máshogy értelmezik, igen. És hát 15 évnyi szünet után Magyarországon forgatott játék Határok nélkül című vetélkedőt. Egészen fura és megmagyarázhatatlan módon, úgyis mondhatni rejtélyes módon, két csapat nyerte meg. Megnyerte egyrésztről a magyar csapat, és ezt tálalta a magyar közszolgálati televízió. Mint ahogy megnyerte az orosz csapat is, és ezt tálalta az orosz állami televízió. Na. És aztán még ott kicsit a szemét franciák is megpróbálnak bele mahinálni a dolgokba. Fura módon ők egyébként az oroszokat hozzák ki győztesnek. Ez egy meglehetősen erős ellenmondás. Így nincs akkora súlya a dolognak, de mégis érdekes, hogy van egy tét nélküli, vidám, az országok kicsit összetartozásáról szóló játék, ahol nyilvánvalóan a végeredmény kihirdetésében valaki hazudik. Hát azért van egyfajta szomorú üzenete is ennek. Nem lehet az, hogy nem néztük meg a többi országot? Hányan voltak ebben a vetélkedőben? 8 ország mondjuk? Két érdekel, de nem mindegy. De lehet, hogy ők is nyertek. Érted? Hogy az a koncepció, hogy ebben mindenki első. Tehát mindenkinek leforgattak egy ilyen végét, ahol tartja a kupát. És akkor azt az összes olyan ország, aki ebben benne volt, azt mindenki a saját országában úgy tálalja, hogy lehet. Hogy megnyerte. Mert akkor érted, sok ez... Sopperre lesz Brüsszelben. Na de ne legyen már ez, hogy mindenki úgy tálalja, hogy akar ezt a magyarok nyerték, ha ők nyerték, feltételezem, hogy ők nyerték, vagy hát legalábbis remélem, hogy ők nyerték, és nem kell nagyon csalódnunk, hogy itt tényleg az oroszok kamuznak. Akkor nyerjük már meg mindenhol mi. Na most az érdekes egyébként a történetben még az, hogy ugye van Wikipédia oldal. És a francia oldal, erről beszéltünk, az oroszokat jelöli meg szintén győztesnek, ami ugye a francia eredetileg a műsor. Ők az oroszokat jelölik meg, viszont a francia és az orosz Wikipédia oldal még egymástól is különbözik. Tehát, hogy oké, hogy az oroszokat jelölik meg győztesnek, de alatta aztán teljesen más a sorrend, viszont közös győztes az orosz fél. Aha. Nem a magyar. Nálunk a magyar. Mert Putyin szólt, hogy nekem mindegy, hogy ki van a második, harmadik, negyedik, akárhanyadik helyen az elsők, mi legyünk. Igen. De hogy miért az oroszok mellé állnak a franciák? Hát nekem csak ez a gyanús, mert a magyar azt mondja, ő nyer, az orosz azt mondja, ő nyer. Oké, mindenki eldönti, hogy ki nyer, de a franciák megint mit szólnak vele? A franciák ártottak már nekünk. Hát nem keveset. Sokat. Sokat ártottak már nekünk, most megint el kell viselnünk. Már megint el kell viselnünk ezt a dolgot, hogy minden Franciaországban dől el. Hát ezt nem akarjuk még egyszer. Függenek most az oroszoktól a franciák? Kapnak tőlük olajat, gázt, kaviárt, traktort, kaviárt, tankot. Ehhez a Nógrádit kellene fel. Milyen, lehet, hogy fegyvert szállít, mit tudom én, a francia hadsereg, az orosz hadseregnek. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk. Hát mindenesetre most arra vagyok kíváncsiak, hogy a két köztéve közül melyik mond igazat. Biztos az orosz hazudik, Jani! Kikérem ezt? Ja, nem. Hát csak azt akartam mondani, hogy bárki is mond igazat, meglepő lesz a vége. Mert ugye van ez a külön játék, ez a falmászás. Aha, ez a falmászás bajnok, a külön játék. Marha jó pofa egyébként. Most látjuk, azt megnyerték nagyon. Valójában az oroszok. De azt értette, hogy van egy játék, amit lezárnak, és akkor utána van még ez a játék, mert az valami extra a falmászás. Jó, az egy extra játék. Tehát akkor már kiderült, mert ugye a játék folyamán a pontokat adták össze, és akkor már... Ez a hagyományoknak megfelelő játék. Ez a Champions Ball. És akkor már a Gundiék számára állítólag kiderült, hogy ha bárki nyeri meg a falmászó játékot, akkor se lehet több pontja, mint a magyaroknak. Tehát mi ott elkezdtünk ünnepelni. Lehet, hogy ezek a fiúk elszámolták magukat? Kik a magyarok? Igen. Hogy még nem volt meg a győzelem, és utána az oroszok behúzták ezt a falmászós játékot, megnyerték, az azért kapott pontot hozzáadtak az addigihoz, és azzal viszont már ők nyertek. Hát... Csak kérdezem, hogy hát, ha itt a hiba. Matematikailag csúsztunk el. És ugye gyanús, mert tegnap egész nap kerestük a Gundit, de már nem értük el. Lehet, hogy... Hallgató írta, hogy... Berendelték? Moszkvában van. Igen. Lehet, hogy a Gundi már a porton van, Moszkvában? Már hirtelen berendelték gyorsan, hogy akkor... Nu Gundel Takacsovic. Nu Pagagyi. Nu Pagagyi. Gundi tegnap óta nem tudtuk előkeríteni. Aha. A Levi még él, mert a Levivel mindjárt beszélünk, ugye ő is ott volt, vagy műsor vezetője volt, de a Gundi tegnap óta nem érjük el. Tehát itt lehet, hogy megindult egyfajta tisztogatás. Igen. Igen. Most várja, a Levi azért is gyanús, mert ő viszont rajta van az orosz videón, ahogy átadták. Hát állítólag írja egy hallgató, hát az nem biztos, vagy tényleg ott van? Rajta van? Gundi? Aha.
Ja, mondták, hogy most már... Moszkva. De ne hívj, kérdezem a Gunit, hogy egyben van-e, meg hogy mondják, hogy most már a levélekünk... Telefonál, akkor nem tudjuk fogadni, mert soha van. Mondják, hogy fegyver... is, neki van hangos soha. Is ki, hogy adásra egy fegyvert tartanak a fejéhez? Jó, várjál, visszak-e hívjam. Ja, csak megcsörgeted? Ne, hát nincs már a számláján. Látod? Már blokkolták a kimenőjét. Hát nem is az ő telefonja. Mondják, hogy ki van hangosít, hogy élőadásban. Kabarit Moszkva. Táváris Gundel. Ki vagy hangosítva? Na, élsz Gundi? Élsz? Persze, hogy élek, azért érdekel, hogy véleményetek el, mert én teljesen hallgattam a műsort, és azt hiszem, hogy én itt vagyok. Mi a számod, Gundi? Mondd már be! Figyelj, visszahívunk. Mondd már be adásba, visszahívunk. A Balázs azt mondja, hogy mondd be a számod adásba, visszahívunk. Igen, és hát képzeld el, én is tudom, mert visszahívtalak. Na, hát őrület szerint. Na, jó, Feri, Gundi, mondd meg a Gundinak, hogy mindjárt visszahívjuk, csak a már szegény Levi is le van szervezve, beszélünk a Levivel, jó? És visszahívjuk a Gundit is. Addig egyél egy pirogot. Igyál egy vodkát addig, igen. És mi kérd meg, hogy a szájpeszket vegyék ki a szádból, hadd beszélje. Jó, Levit most már leegyeztettük, hogy hívjuk föl a Levit, jó? És azt írja, hogy hallgató, hogy nem az Origón volt egy cikk, abban a francia cég is nyilatkozott. Én azt a cikket nem láttam egyébként. Azt láttam, hogy a magyar, az MTV-vel lehozott egy nyilatkozatot a francia producertől, amiben egyébként a francia producer elmondja, hogy a magyarok nyerték a játékot. Tehát, hogy van egy ilyen is. Van egy... De akkor miért írta ki? Tehát a francia producer? Olivier Charpentier. Charpentier úr. Ja, hát, a nemzetközi producer Olivier Charpentier. Monsieur Charpentier ezt mondja, hogy mi megnyertük, akkor mi a francia hát írja ez ki? Az. Hát ez az. Na? Hát ez az. Hát? Gyerekek, ha beleállunk ebbe a beszélgetésbe, tényleg rohadt hidegtelünk lesz. Na. Úgyhogy vagy elengedjük és hagyjuk, hogy az oroszok nyerjék ezt a játékot, és meleg lesz, vagy nem engedjük, de akkor vége van. Viszont ha a sejlevék nem fognak fázni, biztos olajkazánjuk van. Ha ő is ott volt azon a képen. Azért mosolygott a Levi a képen, igen. Kapott egy szép volgát ajándékba. Itt van Harsányi Levi, hello Levi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Na hát segíts nekünk kiigazodni ezen a szörnyen, nem tudom milyen történetem, mert itt aztán most már a franciák meg az oroszok masszívan hazudnak. Gondolom én, hogy így van, nem? Hát így nagyon jól teszed fel a kérdést, ugye ezt nem lehet tudni ki. Mi gondol ebben? Én annyit tudok csak elmondani, hogy ugye én ott voltam. A magyar változatban, amikor kihirdettük a végső győztest, melyben aztán a magyarok nyertek, diadalmaskodtak, át is adtuk nekik megfelelően az ezért járó kupát és serleget és díjat, és mindenki örült, mint mi is, és mindenki szépen hazament. És én ennyit tudok. Aztán persze, amit ti is már elmondtatok, az is igaz, hogy ennek a játéknak volt egy úgynevezett Champions Bowl, a bajnokok hala, a külön játéka, amit az oroszok ennek. Azért ők kaptak külön egy kupát. Ez a kettő ugyanez, mint a Feri felvetésre válaszolnék, azt nem tudom. A kupa legyártásánál nem voltam ott, valószínűleg, hogy ez két különböző kupa, és abban viszont ők nyertek. Ezt meg is erősítettem a Pantheon Pro, hogy mondtátok. Igen? Levi, olyan furán szól az új Bluetooth-ad a csajkádban. Tényleg, egy pincéből beszélsz, és írod, hogy AK-47-es tartanak a fejed. Ez kihangosítom vagyunk, Levi, mert nagyon nem jó a vonal vezet. Igen. Csak hát tegyem, akkor meg kell állnom, hogy szabályos legyek mindig, tudod? Nagyon, ez nagyon tetszik, hogy erre így odafigyel. De átveszel minket, hogy félre tudsz állni, mert így nagyon vízhangos. Egyrészt félreállok, másrészt meg most figyeljetek a változás. Tadadadam! Igen. No! Hát ez milyen jó! Hát akkor semmit nem hallottatok eddig. Meg voltál. Figyelj, de állítólag van egy olyan felvétel, ahol ti azt mondjátok, hogy ez igen? A francia tévében ment le, hogy te sajnálkozol, hogy majd jövőre mi nyerünk? Ez lehet? Ez egy hallgató ide, én ezt nem tudom. És állítólag hallatszik a te hangod, hogy te sajnálkozva mondod, hogy nem baj, hát fel a fejjel, majd jövőre nyerünk. Ez valóban elhangzott? Vagy ez valóban... Ezt én nem láttam, nem tudom. Ha ilyet mondhatom, az valószínű, hogy csak a Champions Forra, a külön bajnokok falára. Szarul? Hát nem annyira. Az lényege. Hát vagy ezért nem emlékszel rá, Levi, mert ugye egy héttel korábban vertétek föl. A külön díját adott. Te akármennyi műsort szerkesztettél. Nagyon jó, úgyhogy ebben nem menjünk bele. A dolog lényege az, hogy ennek a játéknak ez a két része volt. Ez a külön díj, amit kaptak ugye az oroszok a Champions Bowl-ért, és a másik az összjáték végeredményeképpen, amit mi nyertünk. Én ezt tudom, ugye amit ti kérdeztek az alapvetően szerkesztői, meg szerkesztői kérdés. Én mint műsorvezető voltam jelen, amit nekünk mondtak, és ami akkor az ottani szabályok szerint valós volt, mi az alapján jártunk el, és mondtuk be Varga Edit kolléganőmmel a végeredményt. És ti láttátok egyébként, vagy
akkor feltűnt, vagy akkor ti észre se vettétek, hogy az oroszok bőszen ugyanazt a kupát emelgetik, vagy ti csak arra gondoltatok, hogy két egyforma kupa van, amit ők a Champions Bowlért megkapnak. Mert ők ugyanazt a kupát emelgetik, amit a magyarok emelgetnek, amikor győznek. Azért ez nagyon érdekes. Azt nem tudom, hogy ugyanaz a kupa. Már hogy ugyanolyan legalábbis. Aha. Na így már lehet, hogy helyes. Ezt nem tudom. Tehát ott azért egy ilyen nemzetközi produkciónál, egy ilyen nagy stúdióban, hát több száz ember volt, de tényleg súlyos. Ott, hogy a háttérben, hogy mellettünk, vagy előttünk, mi zajlik, azt nem látsz. Mindent nem látsz, és nem tudsz, és nem is figyeled, teljesen normális. Mi arra koncentráltunk, hogy a jogosan megnyert magyar csapatnak átadjuk ezt a kupát, díjat, aminek örültünk, és ennyi. Hát meg a Leát és örülünk. Profi műsorvezető vagy. Le addig arccal a pénztár felé örül. Persze. Megsértődik, hazamegy. Fél profi műsorvezetőként azt csinálod, amit a füledre mondanak, és a füledre azt mondták, hogy nu most Lévi, gratulálni elvtársaimnak, kupa megnyerésére. Oda menni, mosolyogni. Igen, és nem nagyon értettem, tudod, Jani, tehát ezért kellett, hogy felkérdezel. És akkor mondták, hogy gáz rendben, mondom, akkor jó. Gáz rendben, pak, soki. De akkor mondd meg nekem, hogy a franciák miért írják az ő oldalukon, hogy az oroszok nyertek? Hát miért ekkora rohadékok? Miért kell ennyire nyalni az oroszoknak? A Wikipedia oldalukon még mindig az van fönt, hogy az oroszok nyerték a versenyt. Balázs, ezt a franciáktól kellene megkérdezni. Hát de hogy? Hát te vagy ott a tűznél. Ott vagy a tűz melegébe. Én nem beszélek francia, hogy kérdezzem meg tőlük, Feri? Hát érted. Ezt a terelést. Most már biztos, hogy orosz. Logikus, logikus. Azt miért nyomtam már? Vedd már észre, hogy terel, orosz kém. Igen, az is lehet. Na, már az is lehet. Már minden vagy. Azért néha fejvlak titeket, hogy megkérdezem, hogy ki vagyok. Tegyünk tisztába. Jó van. Gundival beszéltél azóta? Neked meg volt? Mert nekünk nincs meg egy napja. Most került elő, de ez is nagyon gyanús, hogy most hirtelen előkerül élőadásban. Tehát ez nagyon. Majd most meghallgatom, mert hallom, hogy vele is fogtuk beszélni. Gyanítom, ugyanezt fogja mondani, mint én, de meghallgatom. Jó, mindenféleképpen. Mindenképpen, és nézd meg az új képeket, amiket felrakott a Facebook oldalra. Lomonoszov Egyetem, Kreml. Leni Mauzóleum előtt. Na jó van, Levi, hát akkor igen, akkor azt erősíted meg, amit olvastunk, hogy az oroszok és a franciák itt a rohadékok. Jó van. Tudsz Rubert váltani? Jól. Tízig jó van. Köszi, Levi, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao. Hello. Sanyi Leventének köszönjük szépen. Hello. Keveset mondott, nem Jánus. Nagyon beszélt. Nem volt vett, nem vett meg. A dolgot. Nem tudok franciául. Fél ilyen kamuszaú. Nem. Ez engem még nem győzött. Hát ő nem itt valami nem stimmel. Haverja a kuki. Haló. Igen? Nézd, Feri, én egy csomószor mondom, hogy nem identitást, hova tartozást, ne keverjünk a műsor. Hát, legyenek a haverja, a kuki, ez az ő magánélete. Haverja, a kuki, aki meg francia. Van akinek a puni, van akinek a kuki, hát a Levinek a kuki. Miért kuki. Kell most a... Hát de hogy ő meg ide francia. Keverni azt, hogy francia miért, kuki. Mihez vonzódik. Miért azokkal barátkozik, akik kell a nejeink? Nem értem. Igen, régen nagy csajozógép volt, fura, hogy az ott a haverja, hát, a kuki. Hát ott haverja a kuki, ő meg francia, tehát megvan az a vonal is. Na jó, fejvük a Gundit is egyébként. Valószínűleg nyilván ugyanezt mondja. De ha már volt ilyen drága, hogy bejelentkezett, akkor hírek után felhívjuk és beszélünk vele, hogy mondja el, hogy egyrészt hová tűnt az elmúlt egy napban. Balázs Wikipédia, mennyi is írdát? Tényleg nem tudjuk átírni? De lehet, hozzá lehet szólni. Hát a Wikipédiát bárki szerkesztheti. Simán. Ezért egy megbízható adat. És a francia oldalon hozzá tudok szólni? Hogy magyarul, persze. Üdös csalók, mi nyertünk, nem tudunk egyet beírni. Legalább érezzék a nyomást. Szerkesztő tudsz lenni. Tudsz, de meg kell adni különböző elérhetőségeket, és igazolni kell magadat. Aha. Egy e-mail címmel. Akkor a Balázs nevében csinálj. A telefonszámommal, igen. Szerintem mindenképpen. Vladimir Iljics Levi. Nagyon jó duma. Ezt írták a hallgatók, igen. Fél 90 pontosan, Gunnit még felhívjuk Ákos hírei után. Fél 9. Az már elmúlt 7 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Győrben már esik a hó, kaptuk SMS-ben, valamint az M3-as 252-es kilométerénél Budapest felé kutyakóborol az úttesten, ezt Gomez küldte nekünk. Trafi az M31-esen Budapest felé az 5-ös kilométer előtt, üdv B. Yusuf. Aztán Rábat Csécsényben is esik a hó, M3-as Miskolctól Pest irányába a Gyöngyösig hatóságmentes sűrű köd, mérsékelt forgalom, ezt Zoli küldte nekünk, valamint a Haller utcában az Üllői út feléérkezőket mérik a kórháznál a parkoló kocsik közül, ez pedig Joe küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, csak egy mondat erejéig, ha Gundi volt már ilyen drága és fölhívott minket, hogy mondanak két szót, akkor
Természetesen megtiszteljük azzal, hogy visszahívjuk. Nyilván azt tudja megerősíteni, amit Levi mond, tehát nagyon új dolgok már nem derülnek ki. Minden esetre az ügy szórakoztató. Tehát, hogy szenzációs azért, hogy ez milyen korokat idéz, nem? Amikor állami televízió az oroszoknál, reméljük, hogy ott nyilván hamisít. A franciákat kevésbé értem, ha közben a francia producer elmondja, hogy igen, mi nyertünk. Hogy az ő oldalukon továbbra is miért az oroszok vannak győztesként, az elég. De ez az jó, elég fura. Amikor egy hírműsor úgy kezdődik, hogy és ki győzött? Nézőpont kérdés. Egy korrekt tájékoztatás. Vizsgáljuk meg ezt a dolgot több szemszögből. Na, itt van velünk Gundel Takács Gábor, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Visszaengedtek, de jó! Már itthon? Igen, nem tudom, hogy miért nem értetek el, nem azért mondom, de a Bliknek, a Borszak is, még a Klubrádiónak is sikerült, úgyhogy valamit tegyetek össze ott a csapatokról. Kinyomtál minket, Gundi, emléksz? De hogy is. Nem. Lehet, hogy rossz számot hívunk, az Anna nyomozott utánad, aztán már a lerobbant, ez is gyanús, hogy próbált téged elérni, ma már ő sincs. Tehát se Gundi, se Anna, nagyon, nagyon fura volt. Mert mondta Anna, hogy tegnap arra hivatkoztál, hogy a Vöröstéren nincs elég térerő, és nem fogunk tudni. Na, hallottad, hogy mit mondott a Levi az ügyből kifolyó? Hallottad. Igen. Ugye? Igen. Tudsz még valami újat hozzátenni? Mint rangidős? Kijavítani fiatal kollégát? Nem akarom még kijavítani, mert ő volt ott, én nem voltam ott minden felvételi napon. Hallod? Csak ugye föltettek itt kérdéseket az oroszokkal, meg a franciákkal kapcsolatosan. Annyit tudni kell, hogy ez nem ugyanaz a konstrukció, meg nem ugyanaz a produkció, mint ami volt annak idején. Kicsit hiányolom is a régi, megmondom őszintén. Ezt a műsor pillanatilag egy ne stúdió, hanem egy francia magáncég gyártja. És ez a műsor ebben a formában jó néhány éve működik, és az oroszok benne vannak. Tudni kell egyébként, amit kérdeztetek, hogy az oroszok teszik bele a nagyságrendileg a legtöbb pénzt. Tehát miközben Budapesten forgattuk ezt a műsort, az oroszok külön stúdiót béreltek, idehoztak 150 nézőt, akiknek semmi dolgok nem volt, csak hogy szurkoljanak a felvételek során, idehoztak egy csomó celebet, szóval iszletos pénzt tettek bele. Hogy kinek mi az érdeke, meg milyen pénzügyi viszonylataik vannak, ezt innen nem tudom, csak azt tudom, meg azt láttam, hogy a franciák, a francia producerek, ez a francia magáncég, ez az oroszoknak gyakorlatilag minden kérését teljesíti. Na most azt is tudni kell, hogy ez a műsor éveken keresztül abban a formában került képernyőre, Oroszországban is és Franciaországban is, meg a többi országban, ahol ez működött, hogy lejátszották az öt játékot, amit ti is láttatok, majd az öt játék által kialakult sorrendben indult ez a bizonyos Bajnokok fala című játék, és az nyerte a játékot, aki végül is ugye a Bajnokok falán első lett. Hát igen, ám csak az oroszok erre nagyon hamar rájöttek, hogy elég ezt az utolsó játékot megnyerni, és akkor a többivel nem kell foglalkozni, és így is történt. Az oroszok idehoztak minden játékba három ilyen falmászó specialistát, és semmivel nem törődtek, csak megnyerték ezt a falmászó játékot, és aztán hurrá, Oroszország Vlagyivosztoktól egészen a keleti vagy nyugati határig nagyon örült, mert hogy már megint mi nyertünk. Na most ez nagyon hamar kiderült számunkra, hogy ez így nem lesz jó, és ezért mi, a magyar stáb, a magyar producer, Bányai Gábor azt mondta, hogy ez így nem lesz jó. Tehát az egy nagyon, Magyarországon az egy nagyon rossz tévéműsor, hogy bármi van, az oroszok nyernek. Ugye? Látjuk, nem jó az üzenet. Ez magában sem jó, de ebben az országban pláne nem jó az üzenet annak, hogy bármit csinálsz, az oroszok nyernek. És ezért született az a változtatás, hogy akkor gyakorlatilag bontsuk ketté ezt a történetet, játszunk egy játék határok nélkül öt játékkal, ennek van egy győztese, és utána lejátszuk ezt a bónuszjátékot az oroszok kedvéért. De ezt ők elfogadták, vagy ebbe belementek? Vagy ez egy magyar változtatás volt? Hát ők belementek, csak az történt, amit mi ott sejtettünk, de most már tudunk is, hogy ők pontosan úgy csinálták meg ezt az egészet, mint az elmúlt években, hogy az orosz néző rá nem jött arra, hogy ez most ebben az évben nem így volt. Nem ez volt a megállapodás. Ja, tehát kvázi elhallgatták a szabálymódosítást, és úgy vették föl, és úgy adták át a díjat, mintha ők az egész versenyt akkor megnyerték volna. Aha. Hát ebből derült ki a probléma, csak az úriember, aki ezt meg. Na mindegy, úriember, aki ezt megírta, az ugye nem kérdezett meg ezzel kapcsolatosan senkit se, csak az orosz barátja jelentette neki, hogy ő az orosz televízióban nem mi nyertük. Ez a comment.com, igen. Hát igen. Na most az, hogy a franciák, miközben a francia producer, aki itt volt Magyarországon és legyártotta ezt a vezetőnek a műsor legyártását, kiadta ezt a nyilatkozatot, hogy mi nyertünk, és ehhez képest a francia televízióban miért az oroszokat hozták ki, hát ez
Ez a kérdés, mert hogy az oroszok szemétkednek, oké, de ugye, hogy a franciák és a francia Wikipédia oldal és a francia rendező, mindenki az oroszokat hozza ki győztesnek, na az az igazán fura, hogy az oroszok hamisítanak, hát most oké, persze, ez hát, nagyjából ezt várja tőlük az ember. Két oka lehet, de ezt mondom, ez, illetve kezdve csak koncepciógyártás részemről, hogy mégiscsak az oroszok tartják el a műsort, B, a Franciaországban az elmúlt években ebben a formában sugározták a műsort, ebben a formában szokták meg a francia nézők, és ezért nem akartak rajta változtatni. De nem tudom. Egyébként, ami utána néztünk, például az egyiptomi televíziós műsorban, csak hogy tovább cifrázzam a képet, az egyiptomi televíziós műsorban szintén Magyarország. Na, ja, azt hittem, azt mondta, hogy az egyiptomi, az egyiptomiak. Mondom, hát na, azt kész. Akkor már tényleg, akkor hagyjuk abba. Tehát akkor ne induljunk el, ha az egyiptomi televízióban az egyiptomiak nyertek. Igen. Az már tényleg vicces. Jó, így akkor érthető a történet tulajdonképpen. Hát, kivéve a francia szemszöget. Eléggé az utolsó pillanatban kerültünk bele ebbe a produkcióba. Ez mindenképpen már évek óta szó volt arról, hogy van ez a műsor, be kéne szállni, de évek óta mindig az volt, hogy valamiért nem szállt be a magyar televízió, és aztán tavaly úgy alakult, hogy bármi van, tehát akár beszáll a magyar televízió, akár nem, akkor is Budapesten fogják leforgatni pénzügyi okokból. Nem állok egy nagy titkot, ez egy nagy filmstúdióban forgatta le a stáb 8 nap alatt a 13 adást. Elég az utolsó pillanatban kerültünk bele, és hát azért menet közben az látszott, hogy ennek a francia producer cég általi szervezettség azért elmarad egy kissé az EBUS változat, a 90-es években látott változattól. Tehát például én mondtam, hogy miért egy játékvezető van? Annak idején minden csapat hozott magával egy játékvezetőt, meg volt egy főbíró, egy semleges, a belga, a Döni, akit azóta is emlegetnek, hogy mi van Dönivel, és akkor oda lehetett normálisan figyelni. Miért egy bíró van, aki nem tud egyszer adott esetben 6 játékost figyelni, miért nem hoz megint minden csapat egy játékvezetőt? Remélhetőleg idén ez már így lesz. Ha voltak ilyen problémák, amikor igyekeztünk megküzdeni, és igyekeztünk egy normális televíziós műsort csinálni ebből az egészből, de az, hogy arra őszintén szóval azon nem vagyok meglepődve, hogy az oroszok saját magukat hozták ki, mert ez már ott menet közben látszott, hogy ez nem, ezt azt mondták, hogy jó, csináljuk így a kis fia magyaroknak, majd mi úgyis összevágjuk, hogy a franciákat mérik csinálták, miközben a saját producerük kiadott egy ezzel ellentétes nyilatkozatot, erre nem tudok válaszolni, de az én hibám, sose értettem úgyis igazából a francia nép lelket, a sajt és a bor az rendben van, a többit azt sose értettem, de nyilvánvalóan ez az én hibám. Igen, azért ezt egy fura lehet látni, hogy van egyfajta közvetítés, amit mindenki átvesz és forgatnak külön az oroszok, nem? És az ott egy másik valóság, más a történés, más az eredményhirdetés, más minden. Tehát ők ugyanabban a csarnokban, ugyanabban a filmstúdióban egy másfajta valóságot forgatnak. Azért ez tanulságos. Nem lehet, hogy ilyen nyelvi problémák miatt alakult így ez az orosz álláspont, tehát azt tudjuk, hogy ők például a megszállást is felszabadításnak fordítják. Igen. Kérdezőre egy jó tolmács. Itt a falon ugye nem egy helyről indulnak a játékosok a falon. Így van, tehát az 5 játék által kialakult sorrendnek megfelelő különbséggel. Tehát akinek a legtöbb pontja van, az van legfelül, jól értem? Igen. Na de igen. Várjál, mert akkor én most megnéztem ezt a videót. Melyiket? Az albánt, a spanyolt, a svájcit, az egyiptomit, a franciát, vagy melyik? Hát ez egy francia. És ott az oroszok indulnak legelőről. Tehát az azt jelenti, hogy nekik volt ebben a pillanatban a legtöbb pontjuk. Ez most a döntőben? Jó, hát te is kérdezel mindent. Tehát itt rákerestem a cikkek között, és ott kérlek szépen az van, hogy az orosz ember áll legelől, a magyar ember sárgában van egy, nem tudom, ilyen harmadik helyen. Akkor lehet, hogy ez nem az a videó? És nem az azért, és nem az a műsor. Aha, a 13 adásban. Volt ilyen mászás, jó, oké. Okay. A döntőben biztos a magyar indult legelőről. Aha. Volt olyan nap, amit az oroszok nyertek természetesen. Tehát lehet, hogy te egy olyat láttál, azt nem tudom. De az a szabály, hogy az 5 játék után kialakult sorrendben, és a pont különbségnek megfelelő különbséggel, ugye egy ilyen kis grádics, ahova beakasztották azt a söprűnyelet, az egy pontnak felelt meg. Tehát a döntőben a magyar indult előre. Jó, oké. Jó, Gundi, azért ha megállsz egy piros lámpán, és ilyen fura lesötétített gamercik állnak meg melletted, egy balról, egy jobbról, akkor azért, hogy finoman kezdj el gondolkodni, hogy mik lesznek a kifogások, amiket majd mondasz, hogy miért kellett ezt kanyarodj arra, mert
intenek. Jobban játszik. Az a baj, hogy én 1964-ben születtem, és abban a rendszerben nőttem föl, amit mindig, amikor mindent az oroszok mondtak meg, és biztos, hogy van bennem egy ilyen kis ellenállás, de azt gondolom, hogy ez most nem ezért meséltem el, hanem azért, mert így történt. Hát persze, döbbenet egyébként, hogy mit csinálnak. Na jól van, oké, tehát a lényeg, hogy mi ezt megnyertük. Ez a legfontosabb, aztán, hogy ki mit mond, tényleg a rohadt franciák meg menjenek a fenébe. Hogy az oroszok hamisítanak, az elmúlt 100 évben ők csak ezt csinálták. Jó, gyerekek, akkor visszakérdezek. Tehát miért kéne meghamisítani a magyar televízióban egy játék határok nélkül eredményét? Most arra gondolsz azon cikkekre és felvetésekre, akik felvetették, hogy az MTVA hamisít? Igen, mert már van egyébként egy ilyen üldözési mánia, meg kezdek kialakulni frontvonalak, amit nagyon sajnálok, hogy... Na jó, de azért akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az elmúlt 1-2 évben azért az MTV rászolgált arra, hogy azért legalább felmerüljön egy-két olyan de dolog. De nem ilyen típusú műsorokban. Nem ilyen típusú műsorokban, de azért adott okot arra, hogy azért, hogy elgondolkozzunk, hogy egyes híradók, egyes tudósítások mennyire valóban a közszolgálják, és mennyire objektívek, vagy éppen nem. Magánemberként azt szeretném kérni, hogy amikor az MTV-ról beszélünk, vagy velem beszélgetek az MTV-ról, akkor azokról ezért nem is kérdeztünk másra, persze. Abszolút. Nem. Csak az, hogy mit történik a híradóban, vagy más műsorokban, azzal kapcsolatosan én nem szeretnék semmit. Na, de ez csak a válasz volt a te felvetésedre, hogy miért gondolnál azt valaki, ne adj Isten. Valaki azt gondolja, hogy a híradó manipulál, vagy valaki azt gondolja, hogy a játék határok nélkül manipulál, azért az nem ugyanaz. Hát az nagyon nem. Nyilván ez az összemosás, ez nyilván ez a cikkre gondolsz, amit tegnap meg, hogy igen. Meg amit tegnap megjelent. Ezért kéne az újságírásnak az alaptörvényét betartani, még akkor is, hogyha valaki blogger és nem újságíró, hogy megkérdezem a másik felet is, hogy te, hogy volt ez? Csak hát ez nem történik meg felet. Ő se tudta a számodat. Hát igen, ő nem is erről híres, hogy megkérdezze a másik felet. Igen, ő azokat szereti, ahova meghívják. Uh-huh. Valószínűleg az MTV még nem hívta meg egyetlen műsorba se. Ha meghívjátok, jó barátotok lesz, higgyetek el. Tehát a TV2 sokszor meghívja, és akkor nekik már nagyon nyal. Hidd el, ha meghívjátok, nektek is fog nyalni. Amíg nem hívjátok meg egy műsorba, vidd el egy játékhatárok nélkül, ültess be valahova, adjál neki popcorn, jót fog írni. Ha nem hívod meg, nem a barátod. Intelligens ember, ő tudja, hogy neked van igazad, csak nem érdekel. Igen, van annyi fájdalma, hogy megértjük, hogy miért ír ilyen. Tudod. Jó van, Gundikám, vigyázz magadra. Ciao, hello Gundinak, köszönjük szépen. Szevasz, Gundi. Hello. Nem kérdeztük meg, hogy mi van Dönivel. Ja. Most valójában tényleg mi van Dönivel? Így van. Mondja meg nekem valaki, mi van Dönivel. És hogy hánytól hányig lehet megnézni az általunk nyert díjat Moszkvában, és hol? Most hagyjátok abba, gázzal fűtünk. Gyerekek, vége van. Hát jön a Putyin, ezt akkor meg föl kell vetni. Azért ezt meg kell veszni. A magyarok nyertek, akkor tessék mindenhol kiírni, hogy mi nyertünk. Nem ám aztán itt kamuzunk, nem? Rohadt franciák. De tényleg. 10 perc, pontosan 9 óra, 3-as ugrást játsszunk már is valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Ági, jó reggelt! Milyen csajnapunk van, minden játékos hölgy volt eddig. Ez így van. Uh-huh. Ági, mit csinálsz? Hát most itt ülök a gép előtt. Várom a kérdéseket. Várod a kérdéseket, otthon vagy akkor ezek szerint? Igen. Kis gyermek esetleg? Igen, van egy 4 hónapos kisbabám. Na. Szépen alszik, amíg anya igen. Játszik. Méljük, igen. És éjszaka is? Fog. Igen, nem kell már fel, jó kisbaba. Szakad a vonal! Másik játékos, nem hallunk rendesen, le kell, hogy tegyük. És gondolom a születés óta átalussza az éjszakát. Így van. Na. Hát az első 3 hét után úgy dolgozunk, hogy elhiszem, persze. Elhiszem, mi nem vagyunk ennyire szerencsések. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? A harmadik kemény. De szerintem az első kettő menni fog, főleg, hogy a gép előtt ül. Akkor jó. Na, nem nehéz. Mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés pasztartóért. Mitől félnek a pirofóbiások? Pirofóbia. Hát persze, de hát először próbáld meg megfejteni kútfőből. Igen, és... a család is segítenek. Aha. A család a klaviatúrát jelenti? Vagy elkezdted ütni? Nem, a testvérem. És ők bemondták, hogy a tűz, vagy hagyták, igen, hogy a gugulat? Igen, nem mondták. Higgyél bennük, bízzál a családban. Ja, hogy ők mondják, te ütöd a klaviatúrát, jó? Hát, igen, próbálkozunk. Okay. Menjünk tovább? Menjünk, persze. Itt szól a második kérdés. De szervisszel, leginkább. Még nem mondtál semmit. Beírta, hogy második kérdés. Igen, tényleg most mit írtál be? Nem írtam be semmit. Ma nem is ülök a gép előtt. Ja, jól van. Hogy nevezik azt az oldatot, amely az aranyat és a platinát is képes feloldani? Királyvíz. Ez van, látod, megy ez.
Na, mi legyen a harmadik kérdése? Hát, nagyon nehéz. Nem igen. Könnyű. Nem, az nem egy könnyű kérdés. Hát, nem és tudom. Még rákeresni se könnyű így, hogyha majd beírod, akkor... Uh-huh. És ez nem véletlen. Hát, akkor megállok. Akkor megállok, köszönöm. Igen. De nem biztos, hogy ti nem tudjátok, tudod? Tehát, hogy ez mindig, ezt el szoktam mondani, a Balázs mondja mindig, hogy mi a nehéz, kinek mi a nehéz. Lehet, hogy ti pont jók vagytok ebben. És nem tudni, hogy mikor állsz itt újra, hogy legyen egy nagyon értékes órád. Nem baj, már. Megállok, köszönöm. Halud, gyere. Igen, lehet. Én nem gyújtom. Lehet. Simán lehet, hogy ott van az éjjeli szekrényeden az a dolog, amiről szól ez a kérdés, hogy minden nem, este. Köszi, nem. Már nem fura lenne, ha ott lenne egy atomerőmű. Köszönöm, tényleg megállok, köszönöm. Inkább megállok. Na, jó van akkor. Jó, ahogy gondolod, most nem akarunk nagyon gyúrni se pró, se kontra. Ági, megvan akkor a pasztartó, és megvan a Klassz FM-es Morning Show sapka, sál, nagyon szép kis nyeremények ezek is. Jó? Köszönöm szépen. Na, ügyesek és voltatok. És bízzál magadban, bízzál az Ágipédiában. Jó, oké, köszi. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nagyon aranyos kép volt az előbb. Makarenko és Halikova játszik, szerintem. Mak és Hal, ez van kírva. Makarenko és Halikova, két lány, vagy hát hölgy, és a piros felsős, aki nem tudom melyik az, eltalált egy ekkora nagy lepkét az ütőjével. Nem áll. Beszorult, várjál, mondom. És megijedt tőle, nem merte kivenni, és odaszaladt hozzá az egyik ilyen labdaszerő akárki, és kiszabadították, kiszívta szájjal, és mutatták lassítva, hogy életre kell a kis lepke. Jaj, nagyon jó. Aranyos kép volt. Elképesztő. Nem nézted? A női teniszen mi a bajod? Tulajdonképpen semmi, ahogy nem tudom, de van egy-két jó meccs, kevesebb női tenisz nézek, nem tudom, van egy-két kedvenc, de a női tenisz kevésbé érdekel. Halepnek hívek egyébként, Simona Halikova. Azaz. Halikova. Meg Makarenko. Halep, ott van, most el tudod olvasni. A Makarova majdnem jó majdnem volt. Majdnem eltalálta. Igen. Na jó van. És olyan nem volt, hogy nem becsúszott a fehér neműje, és megijedt, és odaszaladt valaki, és... Vállalnád, mi? Viccelsz. 5 perc, pontosan 9 óra, jönnek a legfrissebb hírek, igen, azt látom, hogy jönnek a legfrissebb hírek, és mi jövünk, Edvan, ami azt jelenti, hogy megérkezett külhonból. Kassza ezen a héten már tényleg? Ezen a héten már állítom, most már nem futunk lyukra. Biztos, láttuk a saját szemünket, mondhatjuk, na, igen, jó. Most már tényleg itt van. Kassza TV, de úgy, tényleg? Hogy, de igen, na. Vele folytatjuk Ákos hírei után. Igen. 9 óra múlt 9 perccel, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello Jani, hello Feri, hello, sziasztok, hallgatók, itt vagyunk, és az utolsó egy órába vágunk bele. Na mi van, hogy vagy? Hol? Hol mi van, semmi? Ugye? Nem volt telefonunk Moszkvából? Hát... Onnan nem. Uh-huh. Változni megnéztem, tulajdonos mi körti, nem lenni reggeli rádiós műsorvezetők. Beszólogattok a orosz kormánynak? Tegnaptól, tegnap előttől. Tudjuk, hol laktok? Tudjuk, hova jár a gyerek? Hovodába. Menj már, Szergej! Gyerek még egészséges, de nem sokáig. Igen, ott van már Nikolaj, a ház előtt, bizony. Még nem, egyébként nem. Na, úgy kedvelem a Gundit, olyan jól beszél egyébként, nem? Flottul, jól tudja mindennek a hátterét, felkészült, nagyon jó belebeszélgetni. Ugye? Így van, ezért ő az aki, ahogy szoktuk mondani. Nem véletlenül az aki van. Gundi az Gundi, gyerekek. Még ha az utolsó beszélgetésünk is volt velem, mert egy igen. Olyan a népülő újpesti társasházba fogják pillanatokon belebetonozni. Ezt a beszélgetést már visszahallgatják Moszkvában, és ez sokaknak nem tetszik. Uh-huh. Nem tetszik majd ott. Az ő hanvas teste fogja gyengíteni az alapot. Igen. És mindenki, aki majd télen nagyon fázik, egy köszönyi Gundi pólóban lesz majd. Egy tűz mellett, amit a parkettából szedtünk fel. Na nézzük, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy szombathelyen szállingozunk a hó, tanakodjon. Tanak Ajdon, igen. Tanakodjon mindenki, akit ez érint. Tanak Ajdon két kocsiból is mérnek. Trafia Tiszavasvári lehajtó előtt az M3-ason, ezt Gomez küldte nekünk. Köszönjük szépen. Pozsonyi út Újpest felé felüljáró után bujkálnak a rendőrök, a fák alatt készülnek a sárga csekkek. Vigyázzatok, 40-es tábla van. Gázos Tomi üzente ezt nekünk, valamint Mosó-Magyaróvár is környék reggel 7:30 óta szakad a hó. Igen, ezt mondtam. És van az M3-ason Budapest felé, a 230-as kavicsnál egy trafi, a nap süssörátok, ezt P.J. küldte nekünk, köszönjük szépen. Na gyerekek, kedvem, hosszú idő után, ez újra azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassza Tibi. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok, ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legfélt
legszeretettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakaszatibi, kakaszatibi. Oh, kakakaszatibi, kakaszatibi. Hey! Tibi! 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 Hello Tibi! Szevasztok! Isten éltessen! Nagyon szépen köszönöm! Vagy várjál, annyit nem voltál? Annyit nem. Becsúszott egy szülinap is. De egyébként, ha már a szülinapnál tartunk, nagyon kész vagyok. Tehát, hogy konkrétan csak a bulvárban a rólam megjelent cikkekben csak én öregszem, a csajom nem. Tehát konkrétan ott tartunk, hogy én már 37 vagyok, a csajom még mindig 20. Szépen addig variálják, hogy lassan lányom lehetne. Mondjuk ezt soha nem értettem, ezt a bulvárlapot, amelyik hozzáteszi mindig zárójelbe, hogy mennyi idős, illetve hogy már elhunyt. De ez egy jó kérdés. Ha nem a cikkben nincs arról szó, ami a korát érinti, miért teszik zárójelben oda, hogy mennyi? És nekem oda teszik, hogy 37, nem igaz. Majd 5 nap múlva, hogy nem tudod. Addig, amíg nem, addig kapaszkodom a 36-ban, ragaszkodom. Erdély Mónika neve mellé 10 éve 33-at tesznek. Tehát, hogy ott valahogy ott valaki nagyon csak. Kérdezik az interjú alatt, és Mónika hány éves nem, vagy? Soha. Nem, soha. Megnézik, hogy mikor születél, és beírják. De már konferáljában, itt van velünk, Kasszatibi 36. Kasszatibi 33, igen. Nekem sokszor jól írják. Kicsit úgy rossz is látni már, hogy lassan 37, de... De ameddig nem 37, addig kapaszkodok a 36-ba, érted? A szegény párom meg kapaszkodik a 21-be, tehát hogy mind a két irányból közelítjük. Nekem azt szokták, hogy Vadon János zárójel, kit érdekel? nem, rólad nem írnak. Ja, ez is igaz. És ennek hogy örül? Ebben van meló. Sok meló van, és örülök neki, hogy ilyen hatékony vagyok. Vadon János kérdőjel felkiáltója. Na mi van, jó volt kint? Koktélok, tájcsajok, meleg, nagy enger és minden, amiért utálhatunk? Figyelj, zseniális volt, nézegettem a képeket, állítólag jó nyaralás volt, én végrészeg voltam, úgyhogy nem emlékszem. De hogy ez szimpatikus. Konkrétan, ahogy így a képeket nézem, állítólag remek helyeken voltunk. Tehát annyi, hogy én nem emlékszem semmire, mert rátaláltam megint egy tájrövidít arra, ami boldoggá tett engem. Úgyhogy én nagyon boldogra ittam magam, ennyire emlékszem a dologból, még most is úgy józanodgatok. Mindig ezt szoktam mondani tájföld után, hogy ott bal oldalon vezetek részegen, nagyon fura itt menni, jobb oldalon józanul. Tehát ez egy nagyon nagy váltás, miután hazajövünk. Mi az ital neve, és hogy kéred tájul? Kérlek szépen, úgy kérem, hogy egyébként tájul, úgy kérem, adjam egy szangszomot. Tehát, hogy... Adjam egy szangszomot, de nagyon gyorsan. Adjam egy szangszomot, nagyon gyorsan, mert szájba vágok. Szangszomnak hívják az italt, és figyelj, bebutulsz tőle. Tehát, hogy szangszom? Szangszom, 40 fokos, szerintem... Az ami helyi pálinka? Vagy? Igen, és ablakmosó keverve. Tehát, tehát ettől úgy arcra csúszol, mindent szépnek látsz, picit megromlik a látásod, följavul a hallásod, és kiesik néhány fogad, de nagyon nagy buli van. De tehát, nem is baj, hogy nem tájul mondod, mert esetleg kiderülhet, mert ott kiderülhet minden második emberről, hogy valami területi bajnok volt tájboxban. Ja. Egyébként vonult vissza a mixer, tudod? Tehát egyébként, mikor mondjuk egy ilyen robogós parasztnak éppen kezdenél beintegetni, hogy itt menj már az anyádba, mert te úgy látod, hogy egy... Azt hittem, hogy javultál odakint, de nem. Ja. Ugyanaz maradt minden, egy robogós parasztnak beintett. De szimpatikus. Hát miért ő van otthon. Egy robogós parasztnak. Mi mire tippelt, és Irillát kinyomta föl? Hát én voltam kintről. Ott még volt egy néva. Az én voltam kintről. Jelentem, hogy zavarják a pihenésemet. Tehát, hogy próbálnál nagyon integetni, ott azért tényleg tudni kell, hogy egy ilyen 1.30-as táj úgy összecsomagolt téged, hogy ott abból nem... Leszáll a motorról oda, hogy lecombol. Igen, ők azért elég. Még is vékonykának néznek ide, szibósak. Szibósak. Szóval egy dolgot még rendbe akarok tenni, csak azért, mert ez egy ilyen markáns pont volt az utazásom kapcsán, hogy nem tudom, hogy titeket is érte már ilyen jellegű támadás, de most szeretném tisztában rakni, hogy nem az adófizetők pénzén nyaraltam, mert rengeteg kommentet jött, hogy nem. Tehát, hogy írták, én pénzemen jól érzi magát, tehát nem. Valaki beírta, hogy én pénzemen jól érzi magát. Rengetegen írták, ugye voltak cikkek annak kapcsán, amikor voltak ilyen blöffök, hogy én mennyiből nyarolok, egyébként a töredékéből nyaraltam. Tehát én azért hál' Istennek ennyi év alatt kitapasztaltam, hogy hogyan kell olcsón, jól menni. Stoppal megyek, utcán alszok, maradékot eszem, ablakmosót iszok. És akkor jöttek a kommentek, hogy az én pénzemen, jó nyaral, én pénzemen már ne nyaraljon. Tehát, hogy nem nyaraltam senki pénzén, mindenki nyugodjon meg, tehát nem vagyok sem közalkalmazott, sem semmi.
Tehát én a saját pénzemen mentem el a párommal nyaralni, mindenki őrizze meg a hidegvérét, nem az. Kasszatimi nem az koncert van olyan, amire belép, pöt kell fizetni? Mert az, akkor az az ő pénze. Lehet, hogy egyértette, három izé volt. Voltam egyszer Kasszatimina észében. Az a baj, hadd válaszoljak erre, egyre kevesebb. nehéz idők járnak a posztaknál. Hosszú a január, csendes a január, igen. De gondolom őszintén, hogy hát a bátyámnak a műsorrendelős telefont egyre ritkábban kell tölteni. Egyébként múlt héten volt témánk ugye itt a hajdú nyaralása kapcsán, hogy most megjelenteted, nem, jó, ha mutatod, nem utas, sok vélemény elhangzott, de ez, hogy az én pénzem, ilyen alternatívát még nem hallottam. Az, hogy rohadjon meg, hogy nyaral, meg miből nyaral, meg nem is tehetség, az egy szubjektív dolog. Igen, nem, szeretem a műsorát, nem, ugye sok mindent írtak a Péterekkel is kapcsolatban, illetve arról beszéltünk, hogy kell-e mutogatni, hogy most ámban, mint hol nyaralnak közszereplők. De hogy az én pénzemben, mondják ezt olyan valakiről, aki ugye se nem politikus, se nem közpénzt költ el, vagy közpénzből él, vagy kapja fizetését, vagy abból nyúl esetleg, az azért az fura. Az ilyen elvakult kommentet még nem hallottam. Az én pénzemből, de ettől még egyen szofisztikáltam, az én adomból. Aha. Az én adomból, tehát hogy az én adomból, tehát hogy én ezt értem. Egyébként amit mondtatok erre, hogy most kitenni, nem kitenni. Az mindenkinek a saját döntése, mi nem ígérkeztünk senki felé. Ha úgy teszed ki, tehát én egyébként most tudjátok jó, hogy egy like-ért nem megyek messzire, tehát hogy azért... Tulajdonképpen bárkit odaadnál egy like-ért. Mondhatni finoman, igen. Tehát egy... Hogy a halálhíremet is igazából csak félig meddig vettem szomorúan, mert úgy látom, hogy egy 1000 like bejött rajta. Olvassam azt a cikket, amikor nagyon felháborodtál a halálhíreden, és közben tudtam, hogy leteszed a telefon, belecsapsz és még egy szankszomot rendelsz, hogy jó, ebből is meg volt 1000 like. Tehát nagyjából ezt tudtam képzelni. Hú, de mérges vagyok, hogy a halálhíremet keltették. Nyilatkozta Tibi a Blicknek, mondom, hú, de mérges lehet ez a Tibi valójában. Hú, de nagyon bánthatja, hogy vele foglalkoznak meg. Ő aztán az a típus. Jobb, mint még egy elefántos kép. Nagyon bátor, de azt azért hozzá kell tenni, hogy meg azt is gondolom, hogy ha ennek a pozitív részét nézzük, akkor meg megosztani és szép dolgokat megmutatni, az szerintem meg nem baj. Tehát, hogyha nem azzal kérkedsz, hogy nálatok esik, na mi van parasztok, éheztek, na, tehát, hogyha nem ilyen aspektusból osztod meg, hanem próbálsz megosztani élményt, meg szép dolgokat, azt szerintem meg nem parasztják. Tehát, hogy én erről nem gondolom, hogyha nem a kérkedés célja, hogy megtehetem. Én mindig néztem a képeket, és tényleg örülök neki, hogy a kontraszt kedvéért a képek nagy részén te is rajta voltál. Egy-egy kép már túl szép lett volna, de akkor ugye oda figyelj, egyébként gyönyörű képeket rakott fel, én mindig figyeltem, néztem. Igen. És? Leszámítva Bocskor. Hát hirtelen nem tudtam ki az bácsit melletted, aztán a kép alájárásból láttam, hogy Andrékosit nyaralan. Mondom, Havasi Balázs, a kukálás felkérdődő Bocskor. Biztos képél meg egy szállongot, vagy nem tudom mit is oda használni. Egyébként ezt is elmondhatom, azt gondolom, hogy nem fog megkerülni a Gábor, hogy hát egy napot töltöttünk együtt bankokban, de hát az se józanul. Tehát, hogy ott is azért bokáig gázdunk a szánszomba, de hogy még visszatérünk erre, hogy rajta voltam a képeken, a legnagyobb komment volt, amit a nyaralás alatt kaptunk. Jól indult, megörültem neki, hogy Tibi, olyan szép pár vagytok, pontosabban a barátőd nagyon szép. Tehát picikét pontosított. De legalább nem kamuzott most. Nem? Vagy illetve kamuzott az elején, aztán javított. Viszont amire azt hittem egyébként, hogy kicsikét tirálkészültetek, elmentem a kedvenc utazási, van ott egy ilyen iroda, amik szerveznek ilyen dolgokat, ilyen turist office-nak, ilyen turista irodának hívják kint. És minden évben... Londoni magyarok pont. És minden évben ugyanahoz a hölgyhöz járok, hogy segítsen nekem egy-két dolgot is szervezni, transfert. Hol van új kocsma? Van-e valami új tömény azóta, amióta nem volt? Mert a kulturális dolgok kevésbé érdekelnek azért. Rohadtul nem. Tehát, hogy erre van az internet, hogy ezeket ne kelljen törnöm magamat. És oda megyek hozzá, oda jön hozzá, megölelget, és mondja, hogy oh, happy new year, very good to see you, same girlfriend, very good. Ez finom a nyugtás. Már látta kétszer. Igen, tehát hogy nagyon megörült a barátnőmnek, hogy ugyanaz a lányjal látott egymás követő két évben, hogy látja, hogy kezd benőni a fejem lágya. A páromot egy picit megszepen, de azóta már újra van kedve nevetni. Úgyhogy megvolt a nyaralás, jó volt, nem sok mindenre emlékszem, de a fotók tanúsága szerint szép helyeken jártunk. Na jó van. De nem a kommentek és az adófizetők pénze az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kasszatibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kasszatibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kasszatibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Szintén tájföldről hoztam egy nagyon érdekes szokást, ami egyébként itthon is dívik, de most valahogy kinesett le nekem, hogy milyen rohadtul zavar. Elmész robogót bérelni, te szoktál robogozni, mikor kim vagy? Szoktam. Elmész robogót bérelni,
és nagyon fontos, hogy ugyanúgy kell visszaadni a robogót, ahogy megkaptad. Tehát ez nekem sokszor nem sikerül. Üres tankkal. Ja, az sikerül. Az sikerül. Figyelj, abszolút tendencia, most a 7 éve tudom mondani, üres tankkal adják, üressel kell visszaadni. És én elkezdtem beszélgetni, nem értett a hölgy, hogy mi a bajom vele, hogyha telivel adnád, és én telivel hozom vissza, az egyen nem humánosabb? Elmondom ugyanis, hogy ez mikor esett le. Robogozgattunk a párom, elhoztam a robogót, és egy ilyen saras bekötőúton kellett kimenni, épp egy ilyen baromi nagy eső volt. Amikor a robogó szépen megállt, jelezve egy ilyen 4 cent benzin után, hogy akkor ennyi volt, és ekkor a páromnak le kellett ugye szállni, és hát kénytelen volt tolni velem együtt a robogót. Ugye, mert olyan... Igazán korrekt vagy. Erről én nem volt kép, basszus. Egyébként, figyelj. Hát valakinek kormányozni is kell. Azt akartam mondani, hát, kicsim, tudom. Te neked Filis jogosítványa, nem hagyhatom, hogy veszélybe sodod magad, ugye a toláshoz nem kell jogsi. És a 42 kilós barátom a bokáig érő sárba az anakondákkal viaskodva tolt át engem ott valami dzsungelbe kőtúton. De én nagyon nagy, egyébként leszálltam, tehát azon besírsz. Leszálltam, hogy nem, nyilván nem ő tolt engem, ketten toltuk, és én mentem elő, papucsom beleragadt a sárba, és ahogy fölrántottam belőle, tehát hogy konkrétan a háta is saras volt. Tehát hogy olyan szinten beterítettem az első benzinkúton, tehát slaggal mostam meg szegény barátnőmet, tehát olyan szinten, hogy saras. De egyébként, hogy ennek van egy kultúrája, én Magyarországon is találkoztam ezzel, hogy egy idős bácsi meg egy néni állt egy csillivilli valami kis autó mellett, ez pár éve volt, és megállt, nagyon stoppoltak, hogy álltak, láttad valahol a Veresegyháza felé félúton, és megálltam, hogy segítsek, hogy mi történt. És elmondta a bácsi, hogy most vették az autót, nem tudom, 5 évig gyűjtöttek rá, egy valamilyen picike autó, életük első új autója, és a szalomban nekik említették, hogy nincsen benne sok benzin, de azt nem, hogy nem jutnak el az első benzinkútig, és a benzinkút felé, nem tudom, félúton szegényké még ott úgy alakult, hogy lerohadtak. Szóval hogy az a 20, vagy nem tudom, 30 liter benzin, ezt nem tudom, ennyire tud fájni. Annyira tud fájni, mert emlékezél akkor, amikor még teletankkal adták a robogókat Tájföldön, hogy hányszor vitted vissza üres tankkal. De akkor. Valószínűleg ezt megunták a tájföldi bérlők. Na jó, csak nála ott hagysz útlevelet, meg ott hagysz pénzt is sokszor, tehát aha, hogy ő levonhatja, vagy kérhet rá ott azonnal, megnézi a tankot, és elvileg aha, rákérhet, hogy üres tankolsztad vissza, számol egy teli tankot, és azt ott még elkéri, mert hiszen nála van az útlevelet. Na, ennyi, tehát ennyi, ő nem járna nem gondolkoztak előre. Igen, az lehet, azt gondoltak, hogy ez a megoldás, akkor üres tankkal adjuk oda, majd mindenki üresen hozza vissza. És a szalonokba hogy szokták? Mert az, mi szerintem inkább a hát magyar átlagembert jobban érinti. Kevés benzínnel. Hogy kevés benzínnel? Vagy olyan, nem jellemző? Hogy, mert én nem vettem még, talán egyszer vettem, akkor azt akkor is bánod. Akkor is vittünk konnába. Szerintem annyi egy 4-5 liter azért kell, hogy legyen benne aha, az új kocsiba, nem? Nem tudom. De kinyitnám egyébként icipicikét, tehát hogy csak erről a tankolásról levegyük, mert baromi sok dolgot adnak ilyen hülyén. Tehát, hogy ha például hányszor vettetek gyereknek úgy játékot, hogy hazavitted, a gyerek örül. Adom. Aha, adom. A gyerek örül. Igazad van. Bele lehetne tenni, de mi az, a gyerek örül, kibontja, apucika, próbáljuk ki, és rajta van egy apró betűs részben, hogy a elem nem tartozik a doboznak. Így van, tök és akkor van. A távirányító, az összes távirányítóból berhelet ki a háromas elemet, hogy a gyerek ne sírjon már annyira, semmit. Igen, de rendes szerúza kell bele ráadásul. Neked meg csak három. Ha vékony van, rendes kell, ha igen, rendes van, vékony kell, ha vékony van, lapos kell, igen. Na. Tehát hányszor bontottatok már szét, a család összes távirányítóját szétrohasztottátok azért, hogy a gyerek ne sírjon már, mert nem volt a robotban elemben. Mondjuk nekünk mindig valóban tartalék, de ebbe tök igazad van. Jó, ezt adom. Gyerekkorom legfájdalmasabb emléke volt, csak még hogy ugyanezt kinyissam. Bátyámmal egy éven át spóroltunk egy műanyag lovagvár nevű játékra. Ez egy ilyen elemes lovagvár volt, amit egy nagyon kotvány volt, így össze kellett ütni, kalapáccsal kellett összeverni. Nem olyan volt, mint egy ilyen profi dolog, hanem rá kellett ülni, hogy összemenjen. A dobozon egy ilyen világháborús összecsapás volt tele katonával, ágyukkal, lovakkal. Persze, klasszikus. Figyelj, megvettük, összeraktuk, ki hazavittük, hát figyelj, a könnyeinkkel küzdve, hogy akkor most olyan lovagvár csata lesz, én leszek a pirossal, te a kékkel, a barnák középen állnak. Egy nyomulóságos, rohadmányos várkeret volt a dobozba. Figyelj, egy évig gyűjtöttünk két katonára, ott a bal kezünkkel azért báboztunk a bátyámmal, tehát hogy azért egy nagyon nagy csalódás, amikor nem úgy adják, ahogy kéne. Hát ez a totál klasszik, hogy a reklámok megetetik a gyerekekkel a játékot, illetve a látvány adja el, aztán hazamész, és a repülő nem repül, ahogy hívják a robot, az űrrobot nem száll, minden ott hever, csak a szőnyeg, ez azt nem csinál semmit. Érted? Na igen, tehát csak ilyen összerakos játékot hirdetnek, hogy köpi, fújja, ez a gyerek megépített, semmit nem csinál. Hát egy ilyen műanyag is porosodik, tudod. Igen, de a reklám olyan, hogy a Star Wars 8 nem lesz olyan, ahogy repül az a kis épített valami, tudod, és hazaviszed is egy ilyen félig szárnyú néz rád, egy ilyen bantacsávó. Fekszik valami a szőnyegen. És a gyerek is így böködi egy ilyen izével, hogy miért nem indul bár. A reklámban nem így volt. Elromlott. Igen, ha nem tud repülni.
Félve kérdezem, hogy ez a tájföldi ikletésű, majd honosított böki a csőröm. Elmész közpénzből, nyaralsz, hazajössz. Nem, 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 hazajössz több barnál, egy ilyen motoros, benzines dolog, itt böki a csőrödet, ráadásul motort bérelsz, jól élsz. Nem kérsz pénz. Nincsen állami hirdetés. Nem kérsz pénz, az adófizetők pénzén. Az adófizetők pénze, hát... Na, mi? Nem. Motoros sztori azért ez, a hazaviszem és nincs benne elem, az jobban megáll. Az jobban megáll. Ez a motoros sztori azért ez sok embert itthon kevésbé érint. Ez a hazaviszem a gyereknek és nincs benne elem, és ez ideg, ezzel kijött. Visszajött a saját magad a borból. Visszajöttél a sírból. Legyen az, hogy az elejét elfelejtjük. És elfelejtjük az elejét, jó? Kettes szintű csörgötés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Szerintem erre ez a jogosítélet, ugye? Erre ez a jogosítélet. Tehát ez hármas nem volt. Ez hogy nincsen elem a ját, érted? Most a robogót hagyjuk, érted? Csak ez húzott ki. Az elem húzott ki, de a robogót nem tudom elfelejteni. Egy ilyen robogó, új autó, tele van a benzin, hát az nem valós gond Magyarországon. Hogy új autót milyen benzintankkal veszel át. Az idős házas pár az útszélén, neked a smafu, akik ott reménykedő szemmel néztek rám, hogy a Corvette-tel legyen. Megsajnálod őket, egy 80 liter benzin. Nagyon populista mozdulata oda. Kettesre tudtam ezt hozni. Nem, ebben nem volt több. Kint találtam valamit, mert megmondom őszintén, hogy féltem tőle, hogy az a vád fog engem érni, hogyha esetleg húznám az időt, hogy... Hát fura, mesélsz, robogó, öreg néni, 9:30 lesz, 3 perc múlva, 6-7 után esetleg arra kell gondolnom, hogy nincs témád. De van! Hogy hiányzott ez? Sehogy. Sejtem, hogy... Emlékeztek még a jó öreg turista krémre? Kint Tájföldön találtam egy fotót, ami rajta van, a turista krém, meg a májas krém. A turista krém megvan? Ilyen kicsit darált állagú. Na mindjárt keresek nektek nem fotót. Kinyomni, nem krém de volt, hanem magyar nem, volt, az, vagy ez a ugyanolyan csomagolása volt. Igen, turista vagdat, ugyanolyan csomagolása volt. Nem az volt, a turista krém. Már is mutatom, nem volt az vagdat. Az kérlek szépen, az olyan túlsba volt. Nem találom, mindjárt megtalálom nektek. De ezt hogy találtad meg kint? Teljesen véletlen, hogy böngésztem, és egy oldalon, ami nosztalgia érzén fönn volt. Ja. És úgy képzeld el, mindjárt meg fogom nézni, neked pont itt két ilyen esős napon volt. Várjál, hagyd most. Lehet, hogy a helyi pálinkától gondolod, hogy ezt megtaláltam? Meg fogjátok látni, és bebőgtök. De mi volt, én erre nem emlékszem, mi volt ez a... Én a ja, turista felvállalatban emlékeztem. Nem, egy ilyen narancssárga színű, nem ez az, egy ilyen narancssárga, kicsit pikáns ízesítés, kolbász ízű. Ja, nem az, bizony, az a kolbászkrém volt. Nem, az a kolbászkrém volt. Jól mondod, ez egy ilyen kolbászos ízű akkor valami volt. Volt egy ilyen turista krém, meg volt egy májas krém ugyanebből. Olyan volt, mint a fogkrém, olyan tubusban volt. És ugyanúgy nyomtad ki, mint a kolbászkrém, turista krém. Emlékszel? Az a kupakja volt, hogy megfordítottad, és ki tudtad fúrni a... Ott van, megfordítottad, igen, és kiszúrtad. Mi falu rendesen kaptunk enni, nem ilyen? Nem emlékeztek erre? Nem, itt van, nem turista krém, hülyeséget mondtam. Utitárskrém. És a dobozán egy kocsi, egy busz van, illetve villamos, teherautó és hajó. Tehát ez utitárs, neked a krém, mindenen utazáson. Így van, de finoman jelezték azért ebben az országban, hogy repülőzni te nem fogsz egy darabig kisfia. Azt felejtsd el. És van a májas krém, ahol pedig nagyon boldog malacok néznek egymással falkasz szemes. Amikor nyomtad ki, akkor ugye a levegős részek bizony. Miatt ilyen... Így tudtad kinyomni. Vagy kinyomtad, vagy volt egy rendes a családban, aki ugye tekerte. Ja. Tehát a sűrített teljes is. Belenyomtad a szádba, jött apád, és szépen föltekerte rendesen, és nagyon lesz út. Nem így kell lenni. Full gazdaságtalan volt ez a csomagolás, ami körülbelül egy reggeli alatt elment, illetve általában a háromnegyede, és akkor egy pici maradt benne, ami már semmi sem volt. Mert levegővel, tudod, és én nagy csalás volt. Én nagyon szerettem. Tehát igen? Nagyon. Tehát én mikor, tehát csak erről ugrott, hogy mi annak idején hogy nyaraltunk, mert hogy most repülővel 10.000 kilométert elmész valahova semmit, tehát hogy nekiindulsz úgy, hogy egy hátitáskával. Én emlékszem, hogy annak idején, ebbe az irányba is akartam elvinni, hogy mi hogy nyaraltunk gyerekfejjel, meg milyen flesek voltak. Elment a család Kunfehértől, ez 35 kilométerre volt, vagy nem tudom, 40, nem tudom, Szegedtől. Figyelj, két órán keresztül anyám még szendvicseket csomagoltak arra 40 perces útra, és külön voltak téve a nem tudom milyen szendvicsek, a nem tudom mit, és kétszer álltunk meg kajálni útközben, és most egy ilyen utat úgy teszel meg igazából, hogy kettő telefonálsz, meg lemegy két dal a rádióba, azt odaértél. Mi egy ilyen 40 kilométeres Kunfehérton maratonra kétszer álltunk meg melegét eltenni. Májkrémes zsömle, olimposzus üvegben meleg tea, nálunk ez volt. Nálunk az üres zsömle volt, fasírozott volt, és egészben paprika. Ó, Isten. Hozzá
a paprika, mert a egész nem tört össze a paprika nem tört, így van, egész paprika üres zsömle fasírozott. Fasírozott, az ilyen alumínium, vagy ez a folpakban, vagy miért tört. Kicsomolt, a rohadt büdös volt, zsömle, kenyér, paprika. És ez volt, nem kellett kenni, nem volt szendvics készítés, nálunk fixen mindig ez volt. Isten. Balatonpart, megérkeztünk, együnk, kiült a család, kibontottuk a kockás flédet, megterítettük, és ettünk. De komolyan mondom, a kifli az ünnep bájos volt. A kifli ünnepnap volt, amikor kiflit csomagoltak. Anya még mindig zsömle, vagy félbarna kenyér. Na, az volt a leggázabb. Egy szelet kenyér, félbevágva, májkrém. És a másik rá borítva, és vastag szelet kenyér volt, tehát a szendvicsed ekkora volt középen, egy ilyen csík májkrém. Vagy májkrém paprikával, nagy klasszikus. Uh-huh. Sok vajjal, májkrém paprikával. És fél után érzed, hogy valamitől nedves álltad, olimposzos üveg összetört. Igen, és ez egy nagyon sárga olimposzos üvegben vitted a limonádét, vagy a teát, igen. Apropó, mibe vitted a teát? Engem ugye anyám nem tudom, tehát hogy gondolom, hogy ez nem az élmény miatt, most annyi, hogyha hallgatod az adást, erről majd magyarázatot várnék a rovat után, hogy feltehetőleg nem élményszerzés céljából. Vagy miért Éva vermutos üvegben? Ugye tojáslikör. Nem. Egyébként anyám imádta az Éva vermutot, remélem, hogy anyu azóta lejöttél róla, de a lényeg az, hogy... Ha nem, akkor viszel egy kartonnal. De hogy minden évben be voltunk fizetve a bátyámmal vándortáborozni. Na most ez a világ legnagyobb cumia a vándortábor, az annyit jelent, hogy napi 40 kilométert mentél műúton. Tehát hogy ez annyi, hogy elölment a nem tudom, a rajvezető, azt mentél mögötte, és akkor ilyen tornateremű ment, és kaptál végre egy ilyen gajától cuháig emlékért, mert hogy ott végig vándoroltál. De hogy miért mondom, hogy anyám meg nagyon cuki módon, valami költséghatékony módon a két nagy darab fiának vett egy-egy ilyen 3 decis kulacsot. Akkor már volt 5 literes is. Tehát, hogy 30 kilós kislányok marmonkannába vitték maguknak a piátot, hogy meg ne szomjazzanak. Mi a bátyámmal egy ilyen 3 decis műanyag? Mert az úgy finoman át is vette ezt a műanyag, de a íz meg van, amikor az úgy beleázott és kiázott a műanyag íz. Szexi volt. Engem ezek az arisztokrata emlékeiddel, hogy te abban azt hagyjad. Tehát, hogy valamilyen nyomorult ilyen kútvizet beletöltöttél, egy ilyen műanyag ízű 3 deci vizet volt, amit a negyedik lépés után megittál, és utána étlen szomjan bokláztál 40 kilométert egy műúton. Tehát nekünk ilyen etapokból álltak a nyaralások. Ti nyomtátok ciket, beadtak ilyen vándortáborba? Vándortáborban nem, balatoni Sóstón. Tehát sóstói balatoni tábor az volt. Ott sokat nyaraltam. Persze, sátorban alvány, éjjeli őrzés. Hát nál tőletek az messze volt. Hát nem is tudtunk elindulni. Viszont ami nekem egy előnyöm volt. Nem tudtok elindulni még? Mert messze van, ja, azért messze nem is tudtál beleindulni ebbe. Ami viszont sokkal nagyobb előnyöm, hogy ugye mi rendesen föltankoltunk, tehát volt tojás, kolbász, sonka, és mindig hajtottunk egy élő jószágot is, hogyha baj lenne. Le tudjátok vágni. Igen, most a kérdés az, hogy hol nyaraltunk, hogy miket ettünk, mert én szörnyű kajákat tudok mondani, amik voltak. Mesélj. Na, tessék, csokoládéba mártott 3 szögletű sajt, az megvan? A mackó sajtot, amikor megcsináltál? Várjál, az nem csokoládéba nem volt mártva, az csokoládés ömlesztett sajt. Csokoládés ömlesztett sajt? Mese sajt. Az nem volt mártva, hanem az egész sajt volt. Igen, és nálunk valaki a családba szerette, és kötelező jelleggel úgy indítottuk a vacsorát, hogy mindenkinek rituálisan meg kellett enni egyet. Hát figyelj, hogy a mai gyerekek már nem ismerik, azért az egy komoly büntetés, az velük is meg. Legalább egyszer kóstolják meg, hogy milyen jó dolguk van. Csokoládé, de nem volt csokoládé íze, hanem egy ilyen sejédes, sesús, borzalmas tejipari készítés. A legnagyobb tévedés. A legnagyobb szégyen foltja szerintem csokoládés 3 szögletű sajt. És az a durva, hogy egy egészen, hogy cirka 30 évet kellett várni arra, hogy kiderüljön, hogy ez tényleg működik ez a dolog, mert van egy cég, aki ezt megcsinálta, ilyen sajtos szendvicskrémnek, csokoládéval, az egyik legjobb prémium márkának számító. Na, biztos, hogy jól csinálták. Egyébként szerintem Feri dolgozott is nekik, mert láttam. És finom volt. Ez a halkrém, amit a mai napig kapható, és nem tudom, gyerekkoromban is volt. Imádta. Ez a nagyon sós szardellapaszta. Emlékeztek arra? Na most az én drága nagymamám nem tudta, hogy ő mit kell a kenyérbe, és ő májkrémként gondolta ezt a szardellapasztát. Ami az volt, hogy beleharaptál egyet, tudod, és nemhogy nem láttál, könyvbe lábott a szemed, ültünk a testomaton, szétnyitottuk a szendvicset, de hát azt meg kellett enni, mert nem volt nagyon más. Finoman, vékonyan belevágta a paprikát, és ilyen 3 centis vastagságon ezzel a szardellapasztával, ami otthon nem tudom miért volt, valaki szerette. Hát az olyan sós volt, abban lettél, vékonyan megkented, nem bírtad megenni. Ami azért vicces, mert a szardellapasztát azt arra találták ki az olaszok, hogy a szószt gazdagítsák vele. Hogy egy kicsit tegye bele. A magyar kenyére kente. Igen. Ez az azért volt, hogy egy pöttyöt a végén így beleteszel, és kinyílnak az ideg. Azt mi 3 centis magasságba kaptuk meg a kenyér sercnire, másik sercnire felfelé, egyet elvittük Balatonba, ettük, úristen. Tehát, hogy mikor lehet átkérni, vagy mikor kapunk inni 3 óra
metafora volt, hogy így ültünk a tesómmal, tudod. Így állt a szállodás. Nem volt, hogy elmenti vécére inni, ott hozták a teát, délután kihozták ilyen műanyagporra, ilyen szörnyűzi teát, akkor várt egy három órát. Mi ketten, tudod, ilyen sósoktól kezdve, támasztottuk a zászló felvonót, fú, de kemény volt. De a szörnyű volt. Édesanyám szerintem a ködösítésnek a magas iskolája volt ebben, hogyha mondjuk volt olyan, hogy elutaztunk, és valamelyik alapanyag picit megpipant, de ott még a tervet teljesíteni kellett, és megkérdeztük, anya, mi lesz az ebéd, és jött a ködösítés, hogy finom. Itt már tudtad, hogy nem akarsz többet tudni róla, hogy mi lesz. És kijön, kitálalja, ott ülünk a bátyámmal nagyon reménykedő szemekkel, hogy akkor megjött. Láttuk, hogy szemre úgy rántott hús volt krumplipürével. Belekóstoltunk, tudod, mi a túró ez, tudod? És anyám mondta, hogy ez egy innováció, ez a savanyított krumplipüré. A tej az már oda volt. Kicsikét megpippant a tej. De ahogy, tehát mondta, hogy ez finom, finom, és miután mondta, hogy finom, mondta, hogy ez a savanyított. És a rántott hús is parizerből volt. Rántott parizer. Apropó, mondjuk az jó volt. Én szerettem a rántott parizert, kövezzetek meg. Az nem rossz. Nekünk nyári tábor, nyári, azt mondja, hogy napközis tábor, Bókai kert, Pesszent Lőrinc, természetesen Bókai kert. Most is üzemel egyébként ilyen formában sajnos. Nem? És a, hát és ráadásul, ugye? Tudod, nem kellett túlságosan sokat menni, hiszen ilyen 5 megálló volt villamossal, tehát semmi, és akkor a délután is hozzák minden második nap grízes tészta, és akkor kihozzák műanyag tányérba, tányér egyik sarkában a gríz, a másikban a tészta, jól összeállva, és a tetejére egy kis jó barackos gyümölcs íz. Íz, de még csak lekvára nem is hasonlított, hanem ilyen aszpikos, ilyen valami úristen, állt a grízben a tészta, szörnyű volt. Szörnyű volt. De jó volt. Meg voltak még ugye a desszertek, amik akkor hát ugye a cigirágó télifagyi kombó az ugye az szintén alap volt, hogyha most megennél egy télifagyit, ti kóstoltatok, hogy miért rajongtunk gyerekkorunkban? Ettetek mostan? Csak úgy az íze vége. Nem hiszed el, hogy az egyébként micsoda. Egy ilyen nyúlós, avasszerű, valamilyen tölcsérszerű massza, benne egy ilyen csokoládékrém, ez nem hasonlító valami, és egy ilyen fura, ilyen katicat étel bevonó a tetején. Hát a fagyi, a tölcsér maga az valószínűleg onnan volt, hogy a nyáron nem eladott tölcsérek. Hát ugye a szezonban. És ilyen rákos volt, emlékszel? Rajtad maradt 50 ezer tölcsér, mint fagyi árus, mit csinálsz? El kell adni télen, mert a jövő szezonra az már nem lesz. Jó, a vajas krémet be, vajas valami ízét. Csokoládéba már, azt jó. Ez képest a cigirágó még egész menő volt. Egyrészt el tudtad játszani egy dohányzóval, kettő, az, amikor úgy szétrágtad, volt valamiféle minimális íze. Jó, vállalja föl az, aki nem tömött be ilyen utálatos módon az arcába hatosával néger csókot. Így hát, jó, jó, jó. Akkor az itt... Hogy az öklődet utána nyomtad. Én most úgy is szeretem, az prémium van minőség még? Volt van, akkor. Van. Elzárva akkor a Toblerónéktől, meg a nem tudom, Marstól, meg ugye a Twixtől, amik már láttam, mint a Ballisztó reklámok, ugye, hogy mentek ezek a csokoládé reklámok, hát egy néger csók azért hát akkor az csak már nem úgy kulináris élvezet volt. Igen. Fekete csók most már. Igen. Igen. Már nem. Afrofuszi. Afro csók. Igen. Vagy ha emlékeztek a reklámra, hogy mi volt a néger csók reklámra? Nem emlékeztek? Nem. Mutatták a gyártó sort. Ment be a néger csók, jöttek, mit tudom, epres, ment be rózsaszín, és minden egyes pillanatban megkapta a csoki öntetet, és egy ilyen gyártósort mutattak, hogy jön ki a 100 darab néger csók, leöntve nyilván ezzel a csokoládéssal. Láttad magadat a lelki szemeiddel, hogy állsz, nem állsz, térdelsz, az állítószalag végén is így potyognak be a százra. És anyád meg tudott venni egy dobozt, az már jó volt. Hazajött egy hatossal, és a család leosztotta, hogy ettem egy felet, neked még van egy fél epres, egy vaníliás, egy íz, és így álltál. Tudod, hogy hát ha valaki kegy, ott egy doboz, hát akkor az világszámba ment. Édesipar, bocsánat, édesipar legalja, krumplicukor, medvecukor. Na krumplicukor én nem emlékszem. Hát, krumplicukor. Az melyik volt? Ilyen izé volt, ilyen táblába volt. Igen, ilyen táblába volt, ilyen kis ánizsos. Az nem az ánizsos? Nem, az a medvecukor. Az a medvecukor, az ilyen édesgyökérből készült, de az is. Tehát, hogy itt tudod, amikor már nincsen semmi a közértbe, és amikor már, tudod, már borsz, csoki, sportszelet, sehol nincs belőle egy darab, se vadász, nincsen ilyen. Kapucine. Nemész zárás előtt, és azt mondja, krumplicukor vagy medvecukor, tudod, és akkor így, melyiket, basszus, mind a kettő retek, érted? Igen. És borzalmasod nálunk, mindig az volt, hogy a krumplicukorból 2-3 falat elfogyott, aztán ott maradt. Igen. Ott van, és sok többet senki nem. Negyed kapucinerrel kiváltottál 6 kg krumplicukrot. Tehát a kapuciner, vagy a bohóc, a narancsos bohóc szelet narancssárgába állam, akkor az egyetlen kapuciner volt. Egyetlen dolgot nem tudtok megvédeni, és nem is fogadom el, hogyha van ellene bármilyen fajta ilyen védő szándék. Az egy szemetek. Nem. A bocskorszíj. Az a fekete
ilyen gumi belső, a bocskor, hát az a medvecukor, az a medvecukor, az a hosszú medvecukor, árizsos, hosszú, fekete, zöld, sötét zöld, fekete, szörnyű ízű, az volt, az hosszú volt, igen, ilyen gumicukorhoz hasonlító, ilyen szörnyűség. Az értelmezhetetlen, az, tudod, az édesség meg a fogápulás az egybe, tehát ugye fura volt, az egész sztori nagyon gáz volt. Igen, az szörnyű dolgokat ettünk. Egy utolsót meséljünk el a mai gyerekeknek, egyébként páromnak meséltem, aki érdeklődve hallgatta, hogy annak idején mekkora okosság volt, hogyha a nagyfater hazállított 6 darab rohadmányos banánnal. Milyen ünnepnap volt? Nektek hát, volt banánatok otthon? Figyelj, a gyerekkorunkban nekünk nem nagyon. Pult alól politikai kapcsolatrendszerrel, nagyon erős kapcsolati tőkével, nem tudom mivel, hoztak ilyen 4-5 banánt, és külön technikák voltak arra, hogy csak télen. És csak télen. Nyáron nem volt. Hát a mai gyerekek nem tudják. Ezt mondom. Hogy nem volt. Nálatok akkor megjelent? Évszakhoz kötött. Á, nekünk nem nagyon volt. Banán az... Tehát az így csodaszámba ment, tényleg. Amikor először kaptam, akkor héjastul megettem. Nem mehet semmi kárba. Azért te hülye, vedd le a helyet, tudod, valamelyik osztálytársamnál kicsit jobbodúak voltak nekem. Barom, mert legalább pucolt meg, tudod, de ezt így kell. Nem nagyon volt. Tehát, hogy az tényleg, az már nálunk egy narancs mandarin esetleg, de ritkán volt. A banán az az a csúcs. Ettél egy fél banánt, és azt hitted, hogy a mennyországban vagy. Szóval nálunk az nagyon ritka. Hazajött haterom, és akkor videkét adott álltok, és barát, na spolya! Fúj, de utáltam! Na spolya! Hogy a mai fiatalok, akik azt látják, hogy egész évben szétdőlnek a pultok a banántól, és jóformán ilyen snassz, ilyen gagyim, nem? Tehát, hogy ilyen, te is elmész mellette. Otthon kell megérnie. Ünnepnap volt. Tehát amikor banánnal nagyapád bejött és kiemelte a szatyorból, zokogott az egész család, és gyakorlatilag nekem külön technikám volt arra, hogy tudom úgy enni, hogy ilyen nagyon sokáig tartson. Tehát lehúztam a fogamat. Mondd ki nyugodtan, igen. Tehát, hogy a mai fiatalnak mondom, hogy mi még úgy nőttünk, hogy meg voltunk nyomorodva a banán hiányától. Igen, ez ilyen volt. Valahol egyébként nem biztos, hogy rossz volt, nem? Egy csomó mindent értékeltél, egy csomó minden nem volt természetes, egy csomó mindenről azt gondoltad, hogy de jó, ilyen is van, és az ünnepnap volt, amikor az volt. Hát ez a minden mindig természetes, az egy jó világ. Nyilván sokan nem ebben a helyzetben vannak, hogy minden mindig természetes, de hogy valahogy akkor úgy ezeket úgy értékelted, és látod, a mai napig emlékszel rá, hogy elmész alól a barát venni, ránézel, és eszedbe jut ez a sztori, hogy pult alól télen. Ha anyád jóba volt a zöldségessel, vagy anyád jobban volt a zöldségessel, és az apád nem tudta, hogy anyád jobban van a zöldségessel, akkor esetleg volt barátja. Ez volt az, hogy a pult alól van. Értem már. A pult alól. A pult alól. Anyád volt a pult alól. Mindig kérdezték, hogy a pult alól. Kinek kell a pult alá menni? Ez egy jó kérdés. Kinek volt otthon banán? Mondjuk, hogyha ez az összefüggés, akkor elég fura, hogy Tibiék nyel a nagypapa. Lehet, hogy egy mamer volt a zöldség. Az ki lehetett tudni. Kármi nem ismertem szegény. Józsi bácsi, másszon be a pult alá, aranyom. Lesz itt banán, csak tegyem boldog. Betűzze csak el itt a rajzét, a Lali a lila lóval élt itt a pult alatt. Na jó van. Annyi, hogy búcsúzom, még csak annyit mondanék. Köszönöm szépen a meghívást. Nutókát minden kenyérre. Az mi? Nutóka. Nem emlékeztek? Nutóka. Hát a magyar Nutella. Megcsinálták a Nutella magyarra. Én a pici magyarókrémes tasakokra emlékszem, de azt megcsinálták, hogy az nincs. Meg, és próbáld meg azt, illetve hát akkor próbáltad rákenni bármire, és nem sikerült. Nutóka. Na, ilyen nekünk, nem hallomásból sem, nem is hallottam. Kenhető krém, hülye vagy. Ez a kismokusok, nagymokusok, vagy az az eredetinek a reklámja? Kismokusok, nagymokusra is kenhetik. Az az eredetinek a reklámja, és ez meg a hamisítvány. Na jó, félve kérdezem meg, hogy a megérkezésemért, a bőrszínemért, a mai naptól már a mai naptól már rendelhető koncertjeimért, de leginkább a retro kajákért. Leginkább a retro kajákért. Jogos-e a taps és a sikor? Jogos. Megadtuk. Egy hét múlva. Jó, Tibi? Koncertjeim a mai naptól rendel. Éreztem, hogy még maradnál. Én vártam, hogy mennyi, akkor már föl szoktál állni, elkezdesz elköszönni, de éreztem, hogy meg valamit mondani akarsz, igen. Egy perc, pontosan 3-4-10, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Mondjuk, bocsánat, hozzáteszem, hogy a Nutokás cégnek azért van ilyen minőségű csokoládékrémje is. Csodálkoztam volna, ha te ezt nem tudod. Igen, az abszolút profilba vág, hogy most ha elkezdenéd sorolni, mint gombócartú, 10-ig tudnád sorolni azokat a termékeket, amik neked jók. Igen, de hát az... Igen, írják, hogy ez most mai napig is van. Így van, de mondom, ott azért érdemes keresgélni, mert... Haverom elsőnek evett pisztáciát, azt mondta, nagyon finom, csak veszett kemény.
Júj, de szép. Jó, te a banánnal. De jó ez a pisztácia, jó, a fogam kitörik, hallod, hát olyan kemény. De jó, hát szép, szép történetek ezek. Na mutatjuk a nap legjobb pillanatát, hogy miről is volt ma szó. Felhívtuk Sirilla Györgyöt, és arról faggattuk, hogy egyrészt hogy van az, hogyha ő bárhol vízbe megy, azonnal kijönnek a rendőrök, mert hogy 8 perc alatt kiértek, ugye ő nem tudta, hogy tilos a Dunát és mellékágait átúszni, és előre be kell jelenteni az úszást a rendőrségnek, viszont a rendőrség is büszke lett magára, 8 perc alatt kiérte, kiszedték Gyurit a vízbora, arról faggattuk egyrészt, hogy miért ment be, kettő, hogy ilyen hamar kiért a rendőrség, kinyomta fel, és mit csinált ő ott a vízben. 8 percig úszott egyébként. Valamint hát megpróbáltuk rendbe tenni a játékhatárok nélkül győztesét abból a szempontból, hogy ugye érdekes a történet, Magyarország megnyerte, és tegnap aztán egy internetes portál lehozta, hogy az oroszok saját magukat hozzák ki győztesnek, míg a szervező franciák pedig azt mondják, hogy az oroszok nyertek. Mi magyarok viszont átvettük a kupát, és örültünk neki, hogy mi nyertünk. Úgyhogy megszólaltattuk Gundit, hogy mondjál, hogy mi történik itt? Viszont miért csalnak az oroszok, miért csalnak a franciák? Igen. És a moszkvai magyar nagykövetet már be is kérették a Kremlbe. Igen. Úgyhogy próbáltuk kibogozni a szálakat, hogy miért csalnak az oroszok. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Én mennyire szerettem tini koromban ezt a mit? Játékhatárok nélkül. Én nagyon jókat mulattam, de valószínűleg a Gundi miatt nem. Olyan beszólásai voltak, és olyan poén. De Gundi nagyon jó. Gundi nagyon. De látod, hát meg kell küzdeni azért, hogy elismerjék, hogy nyerjük, mert itt aztán tényleg mindenki ellenünk van. Tehát kivéve az egyiptomiakat, ők velünk vannak. Hála, csapat számítanak a franciák is kiírják, hogy az oroszok nyertek, holott akkor ezt mi simán megnyertük. Hát ezt a Gundi is elmondta. Mindegy. Mi újság van, Csabikám? Minden a legnagyobb rendben van, készülünk a farsangra. Na, szépen. Már költözik a gyerek. Igen. Igazából nem is a gyerek, hanem most a zenekarommal lesz egy koncertünk majd. De február közepén lesz egy koncert, és hát pont péntek 13-ra esik, úgyhogy nagyjából eldőlt, hogy merre fogunk mi elindulni a jelmezekkel. Lehet, hogy félelmetesek leszünk egy kicsit. Meg nehezen tudnának elképzelni egy Katica Bogár jelmezben. Tehát jó, inkább az állna jól nektek egy kicsit, mint hogy káposztának, Katicának, meg nem tudom minek. Használhatom az ötletedet? Tehát azért van, hogy a félelmetes vonal az lehet, hogy jobb. Azt hittem, hogy a gyerekekről akarsz, hogy már ott megy a jelmezgyártás, hogy ki minek öltözik. A hétvégén voltunk valamelyik áruházban, ahol ilyen jelmezeket is árulnak, és mindent felpróbáltak. Az eladók is sorban álltak, és röhögtek rajtuk, tehát csináltak egy show műsort. Erről is készült egy fotó is a Klassz FM Facebook oldalán, tegnap meg is jelentettük egyébként, hihetetlen. Őrület. Mindenből tudok promót csinálni. Döbbenet, hogy lefont, kiadod a gyerekeidet, igen, csak hogy legyen egy promó. Na de nem látszanak, tehát bárkinek a gyerekei lehetnek, mert olyan. De most már tudják, hogy a tieid. Hát persze, de a Barszam ez elárulja a Demetert. Barszam ez. Kész jelmezeket árulnak? Persze, bemész, és minden, de oda a romantika egy otthon, hogy a család megcsinálja, nem? Ja, hát persze. Nyilván én se csinálok, nem akarok rászállni, rohadtul nem csinálok. Kézzel készített Katica jelmez. De a gyerek, most tényleg ez volt, neki állt apád, anyád, kartonpapír, és valahogy megcsinálták a jelmezet. Neked. Az összes Disney hőst meg tudod venni már, ugyanúgy igen? Nézel ki benne, nem áll a nyilván testalkat kérdése, de az összes ilyent meg tudod tenni, és az a varázs az valóban elmúlt, mikor otthon digicseltük a kartondobozból. Egyik szemem sír a másik nevet, mert a gyerek kitalálja, hogy ő most kukás doboz akar lenni, nem vágok ki 8 darab karton, fiskes hollóval 4 órán keresztül, tehát picit örülök, hogy azért ezeket meg lehet venni, de úgy volt egy bája, amikor a család így készült. És mik lesznek a gyerekek, tudják már, vagy szó volt erről? Most egyelőre azt sem tudom, hogy nekik lesz-e farsang, mert arra emlékszem, hogy óviban volt, és Katica jelmezt is vásároltunk. Nincs, hogy nincs fals, hogy náluk elmarad. Csak felkészületlen apuka. Valószínűleg a lapuk a felkészületlen, de egyébként ha lesz is farsang, akkor valószínűleg nem Ronaldónak, mert azt most annyira nem, mert eltiltották, de például Messinek, Neymarnak simán öltözik a kisebbik, a nagyobbik meg valószínűleg Bélnek. Mármint, hogy a focista Bélnek. Egy vastag Bél. Mondd, most kezdett el csillogni a szemem. Igen, ugye valami eredetiség. Ronaldo nagyon jó, Messi nagyon jó, de a Bél az ki? Van a focista. És miért vannak lekötve a szemeid? Mert vak Bél vagy. Igen, a reálos Bélre gondolsz. Hát ez na jó, ha hívjuk a naphallgatóját, ha mondja, hogy morning show, akkor övi az ajándékcsomag. Én a legsikeresebb akkor voltam, amikor második János pápában öltöztem. Nagyon működött. Igen? Aha, igen. Lepedő rajta, kereszt, az derekamon kötéllel összekötve, a fejemen pedig egy terítő, amit a tévéről szedtem le. Kis horgolt? Kis horgolt. Osztottad az áldást. Nem lehet, hogy csak megsajnáltak? Már
már egyszer olyan is. Figyelj, feszület a kezemben. Nagyon menő voltam. Gyerekek, az elmúlt egy-két évben nem megy ez a nap. Nem. Nem. Nem tud, nem megy meg. Nem menő ez a rovat. De hát csak... Jó, a Vladimir Ilyich Levit választottuk egyébként, ugye Levi is próbáltam mondani a dolgokat, itt megválasztottuk, de hallgatunk nem vette fel. Csabikám, milyen zenék lesznek a kívánság műsorban? Remek zenék? Kettőt szeretnék ajánlani, az egyik mindenképpen olyan remek, amit mindannyian szeretünk, remélhetőleg egyszer te sem szúrsz hátba, amikor bemondom, hogy Bon Jovi. Bon Jovi, jó kis Bon Jovi. Az Jani, te jössz? Az jó. Hát, Jani, nem, tudtunk, hogy már a Bon Jovinak is örülök. Tehát, hogy én imádom, mert hogy tele van slágerekkel a zenekar. Igen, a Riverbond Fallot című daluk, a The Circle lemezről szerintem az egyik legkeményebb a slágerei közül. De mondok egy másikat, az frissebb egy kicsit, mint a Bon Jovi. És azért érdekes, mert hogy folyamatosan előfordul velem rendszeres, és biztos veletek is van, amikor felébredtek, akkor megy egy dal a fejetekben. Van ilyen? Van. Dallamtapadás, így hívják. És nem feltétlenül mindig olyan, amit nagyon szeretsz, és aztán sokszor el is gondolkodsz, mi ez is, hol hallottad? Na most van a Calvin Harrisnek, meg az Ellie Goulding-nak ez az Outside című dala, ami egyébként jó, tehát nem vagyok rosszul, de ez már rendszeresen visszatérő, hogy reggel felébredek, és ez van a fejemben. Ilyen arcot is vágsz hozzá, akkor nem irigylem a Laurán. Igen, de akkor ők még alszanak. Mire felébrednek, akkor én azért fejem rámadok itt, hogy nincs egy szélütésszerű valami. Mire felébrednek, rendbe rakom magam. Nem láthat így a családom. Hát meg kell hallgatni. Tehát ha van egy ilyen dallamtapadás, meghallgatod a dalt, az kiüti. Tessék, ez lesz majd a következő órában. Jól van, meghallgatjuk. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00. A telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni, mi pedig jövünk holnap reggel. Szevasztok, szép napot! Sziasztok! Ciao, ciao.